Esti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Esti Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Arról beszélgetünk tegnap a gyerekkel, hogy olvasgattam a híreket, és mondom, figyelj, jön a hideg. És mondja Viki, itt is olyan hideg van, nem? Viki nagyon fázos. De hogy van hideg, ne viccelj már, hogy lenne már hideg? És mondja, jéghidegek a radiátorok, de minden, nincs padlófűtés, semmi nem működik a házban. Cipő föl, elemlámpa, felcsatol, lámpára, Beni megkapja a kis bukósisakot, ő is fel megkapja a kis elemlámpát a fejre, vonulunk le. És lementetek a négyes tárnába. Színért. Jó szerencsét, Beni. Jó szerencsét, apa. Beni azonnal vette az alkalmat, lehet szerelni. Elindultunk le Mordor bányáiba, vagy Mordor sötét mélyére. És megint nem működik a kazánom. Föl akarom hívni a polgármestert, ahol lakom. Mi ismerem, jóba vagyunk. Hogy jön egy új kazán. Nem vagy kispályás, azért valljuk őszintén. Tehát, hogy érted, elég föntről kezded. Most a szolgáltatót ne is járd végig tényleg egy kazánszerelés, amiért hív föl rögtön a polgármestert. Nem, a kazánszerelőmet hívom, hogy jöjjön. De föl akarom hívni a polgármestert, hogy mi volt ott. De a jegyző az már smafu. Nem, én nem szórakozok. Én velem nem szórakozok, én sem szórakozom. A polgármestert, tényleg jobban vagyunk. Fölhívom, és megkérdezem, hogy mi volt ott 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Nézze meg nekem, kutassa föl a községi könyvtárból, vagy valahol. Én biztos vagyok benne, hogy ott vagy bolondok háza volt azon a részen, vagy temető volt, vagy valamilyen kórház, ahol ilyen bolondokat ápoltak, és ott maradt a szellem. Nem létezik, hogy itt minden tönkre megy ebben a házban. Egyszerűen olyan, mint egy olyan házban laknék. Ja, és akkor elmentem este sportolni 8-ra, squasholtam egy órát, hogy legalább ne fázzál. Mondom, hogy meg ott van meleg víz. Fáztok, hogy igen. Na mondom, akkor én elmentem sportolni, öltözzetek fel, jó? Igen, ott volt meleg víz, tudtam zuhanyozni. Erre hív a Viki, hogy itt vagyok-e a környéken. Hát attól függ szívem, hol vagy te. Igen. Mondom, én nem vagyok ott, ne engedve. Hangokat hall a házba. Mit mondanak? Engedj be, te személyt jöttem leolvasni a vízórát. Hol az a fura, hogy lejj kapcsolat. Engedj be, te gyökér. Hatodszorra vagyok itt vízórát leolvasni, nem érted? Rádozítom az ellenőröket. Áldozatot kell bemutatnod. Hát a halál komolyan mondom. De még hogy kakast vágjak. Ember áldozat, csak az lehet. És mondta, hogy olyan hangokat hallott az alsó szinten, mint a felső szinten tologatnák a szekrényt. Tudod, így vezetek én is egy nagy ködben, megyek éppen a tárt Budaörsön, tudod, a hideg levert, mondom, Jézus Isten, visszafordulok, aztán nem kellett visszafordulnom. Ez így nem fura? Mondom, az egyetlen megoldás az ember áldozat. Ki az, aki szokott hozzátok járni? A Laci. Hát ennyi. Egyébként. Figyelj, én bemutatok bármit, tehát kecskét, kaka, csak mondják meg, hogy kihez kell. Tehát, hogy ez egy indián istenség, valami nem tudom, Vishnu, vagy Ganesha, vagy Shiva, vagy tehát, hogy... Kamerázzátok be. De mit? Ilyen infrakamerával? Így van, mint a paranormális tevékenységet, tényleg. Hát igen. Lehet, hogy valaki mászkálott, valaki bolyongott. Egy kazánszerelő minimum. Abból a sokból. Igen, elnézést, uram, ki tudna engedni? Egy fél éve megszerettem a kazánszerelőt. Még mindig én. Sebestyén úr, még mindig én. Sebestyén, egy fél éve itt voltam, én egy ablakszigetelő vagyok, ki tudna engedni, mert nem tám a kiállatot. Kurva, ez a lakás. Ki maga? Én vagyok a rezső, csak nem tudtam azóta borotválkozni, mondja, mert fürdőszobát sem találtam meg, hogy ki engedne végre már, mert hogy május óta már a gyerek azért már sír utána. Igen, megmutatja bejárati ajtót. Eddig 6 komornyikkal találkoztam, de egyik sem tudom beszélni. Asszony is parlagon hever. Igen. Azt írja valaki, hogy Bari, ha a város szélén laksz, akkor ott kórház volt. Nézd már meg, hogy van-e olyan, hogy mit tudom én, szellemírtók, vagy van-e olyan, hogy démonűzés, vagy tértisztítás. Csörögjünk rá Frábátorra, ő biztos, hogy tudom. Vállalja is. Az a baj egyébként, hogyha ott lesz... Van egy Frábátó szám? Van. Keltsük fel a Frábátót. Fél 8-kor már rendel a Frábátó? Hát. Meg hát őnek éreznie kell, hogy hívni fogjuk. Megkérdezzük, ez nála mennyi? 20 plusz száfa, vagy 25 plusz száfa? Mennyi egy ilyen tértisztítás? Hát... Mennyit kér most? Számlát? Ad számlát, nem? Áfa. Frábátó és áfa. Kicsőn? Ki? Hát ő egy látó tudja, hogy ki hívja, nem? Persze, már számított. Igen, tessék. Balázs, Morning Show, Frabátó, te vagy? Élő adásban vagyunk. Hello, sziasztok. Hello, jó reggel. Megkettem, hogy hívni fogtok. Júj, de jó vagy! De nagy duma! Úristen, de nagy duma. Figyelj, mit csinál? Aludtál, vagy fönn voltál, vagy mit csináltál? Hát én dolgozom. Mi dolgozol? Hát én ilyenkor már lassan, ugyanúgy, mint ti. Éppen mit csinálsz?
Szerelmi oldás a stúdióba. Nem, az első melom az jóslás. Jóslás. Figyelj. Valaki nagyon kíváncsi a jövőre ekkora reggel. Na mondjuk tényleg, fél nyolckor már megy valaki jósoltatni, az tényleg jó kíváncsi. Hát, bármikor. Tehát utána kell menni ilyen munkába. Nem így. Meséljetek, mi van? Hát csak azért, ez most annyira flottul tolott, mintha megbeszéltük volna előre, hogy fölhívunk, pedig nem. Igen, de annyira hétközben. Na meséljetek, srácok, ha már így rám csörögtetek. Igen. Azért telefonálok, mert Balázs csúnyáján van egy nagyon ronda rontás. Legéne szedni. Le tudnád venni a pálcádra? Le tudom a pálcámat, de nem én, hanem ajánlok valaki más. Figyelj, hogy hangokat hallunk a lakásban, de ez most tök komoly. És mindig elromlik valami. Tegnap betolt a kazánom, de hogy 5 percenként, és most a Jani megnézte, hogy volt-e valami ott 100 évvel ezelőtt a mi részünkön, ahol lakom, de kiderült, hogy csak ilyen gyümölcsös. De hogy te nem csinálsz ilyen tértisztítást, vagy valami ilyen rontás levételt? Vagy... Ilyen tértisztítás az megy, csak igazából az, hogy hangot hallasz, az több valamiből adódhat. De hogy... Egy, hogy nem kapcsolod ki a tévét. Igen, vagy lejárt a mikro. De ezt figyelj, most ha nem hallgattam... Nem, elektromos dolgok, igen? Nem hallgattam amit is. Tehát elektromos dolgok romlanak el a lakásba, sorozatba, akkor lehet ez egy olyan energia, ami nem pont szellemvilággal kapcsolatos, nem biztos, hogy egy szellem lakik a lakásban, és az bolyongott, hanem lehet a te kisülésed. Energia, éjszaka alszol, a lélek ugye kimegy a testből, és ezáltal a kisüléseket és az elektromos dolgok vonzák ezeket az energiákat, elromlanak. Nekik nagy a nappaliuk, tehát nagy ülések vannak. Sose ültem nagy kisülés. Nagy energiával rendelkezik valaki. Náluk csak a gyerekül kisülésre. Nagy ül. Figyelj, hogy ilyenkor mit kell csinálni? Én arra gondoltam, hogy volt ott egy előző tulaj, aki mit tudom én ott ragadt, szent meggyőződésem, hogy ezzel a házzal valami nem stimmel. Hogyha biztos vagy benne, de ez kell egy szakért, hogy megállapítja, hogy egy előző tulaj, egy lélek ragadtott, vagy valami teljesen más. Ha ebből indulunk ki, hogy az előző tulaj, akkor a tulajtól kéne szerezned valamit. Akár egy régi fénykép, most nyáss ki a temetőbe, tehát ez ilyen butaság. De valami személyes, amit tele holdkor egy gyertyánál el kell égetni, és ez igazából nem felszabadítja a lelket, hanem elűzi onnan. Azt, aki a fényképen szerepel, vagy akinek az adott tárgy viszi az energiáját, azt egy ilyen 30 méteres körzetben nem engedi bejönni. Az pont elég, szerintem annál nem nagyobb a házad. Aha. Hát ez egy tök jó ötlet egyébként. A régi tulajtól megvan még az adásvételi, Balázs elége. Igen. Ha te meglátod, tehát ha igen, manifestálódott lelket lát, tehát amit látsz, az olyan erős energiával rendelkezik, hogy az a meséje, hogy a fizikai testet elpusztítja igazából a Földön, hogy a lélek őt szolgálja a túlvilágon, ilyen bizonyos kasztok vannak. Aha. Magával ragad Gabi néni. Egyet magammal vizeg én is. Nézd, hát nem. Jó, hát az egyet. Nem lesz könnyű dolga, megint zasztom a vébocorkány. Valamit csinálom fel. Figyelj, ha van valami feszkó magad elé, rántod a babysittert, aztán neki menj. Gabinéni, először őt vigye. Jó van, Frabbátó, köszönjük. Jó, szépen neked. Szépen, sziasztok. Mennyi, ez most mennyi volt? 20 plusz áfa? Vagy? Ez kicsit több volt, mekkora reggel. Ez nálad mennyiben? Louis Padrinál tudom, hogy ez 40 plusz áfa, de tudom, hogy te nem vagy annyira. Ez most ingyen volt. A furán hosszú volt a telefonszámod. 9-eseket, 0-9. Apró betűből ott volt, hogy 480 plusz áfa a hívás, igen. Oké, Frabbátó, köszi, jó munkát neked. Oké, sziasztok. Bármit is csinálsz évek óta. Ciao. Köszönjük. Óriási életművész, imádom. Azokat az izmokat nem tudom, találkoztatok-e vele. Én 3 hete láttam valahol. Hát te is szellemekkel dolgoznál, te is így kigyúrnád magad. Tudod, hogy be van szarva? Hozzád is hagyjam bennének vissza, hogy add vissza. Hát érted. Tőled is ennyien akarnak visszakérni a 20 plusz áfát. Érted. Frabbát a jó arc egyébként. Jó, én nagyon bírom. Van egy hallgatónk is, itt van velünk. Hello, jó reggelt, Józsi. Szerbusz, jó reggelt, Balázs. Hello, itt a Jani meg a Feri is, hello. Hát azt tudom neked elmondani, mert mivel hallom az elején problémádat, hogy először is már nagyon régóta hallom ezeket a problémákat, ami veled történik. És erre szeretnék neked választ adni, hogy esetleg mivel tudod ezt megoldani. Na. Én ezelőtt 5 éve vásároltam egy házat, és nem hittem a dologban, hogy tényleg ezek a szellemek, ezek a lelkek élnek és mozognak. 5 éven keresztül hallgattam azokat a dolgokat, hogy este, éjfél előtt állandóan mindig mozorgás volt, és megjelent valaki. És én nem hittem ebben, hogy azt mondtam, hogy nem létezik az utcafény, vagy valami fények vannak, és akkor biztos, hogy ez nem így történik az egész. Na most én ezt a házat meghirdettem, és el szerettem volna adni ezelőtt 3,5 hónappal körülbelül, és
Fölhívtak a telefonszámon, és odajött egy ilyen 40 év körüli hölgy a férjével, és azt mondta nekem, hogy őtet érdekelné ez a ház, a telek, és meg szeretné vásárolni. Igen, igen. Be sem mentünk a lakásba, és akkor azt mondja nekem, hogy esetleg bejöhet és megnézhet, tehát körbenézhet el itt a lakásba. De csak akkor a feltétellel, hogy áruljam el neki, hogy ebben a lakásban meghalt-e valaki, vagy történt-e olyan dolog, mert ha van ilyen eset, akkor ő meg se vásárolja ezt a házat. Hát próbáltam eltagadni, mert hát el szeretném adni. Tehát nem mondtad meg, hogy itt valaki járkál? Nem. Elmentünk a kiskapuba, belépett, és akkor jött egy pár métert, egy 8-10 métert, és akkor azt mondja nekem, hogy ő rosszat érez, azt mondja így, hogy áruljam el neki, és épp, hogy az ajtóhoz értünk, kinyitott az ajtót, és azt mondja, hogy itt meghalt egy 50-55 év közötti ember, azt mondja így, és azt mondja, innentől tovább, azt mondja, nem is érdekli a dolog, azt mondja. Mondom, miért? Mondom, hogy nem halt meg senki se. Azt mondja, nem mondja neki ilyet, azt mondja így, mert ez biztos, hogy így történt, mert azt mondja, látja az arcképét. Sokkal én el voltam ágyúva, és... Sokkal az irányára. Alkudni akart, igen. Nem akart alkudni Balázs, mert azt mondta, hogy ő neki egy fillérre nem kell ez a ház. Aha. Nem azt mondta, hogy most elkezd belőle alkudozni egy milliót, vagy kettőt, vagy akármennyit. Ő azt mondta, hogy ezt a házat, hogyha ingyen adom neki, akkor se veszi meg. Akkor ő ilyen szellemlátó volt? Tessék? Ez kiderült, hogy akkor ő ilyen szellemlátó, vagy ért hozzá, mert hogy ezért nem mindennyiunkra jellemző, hogy rögtön szellemeket látunk, főleg nem nappal. Hát szerintem biztosan, hogy volt valami érzései, vagy biztos, hogy lát ilyeneket ő hamarabb, mint az ember. És mikor elváltunk, akkor mondom neked, mondom, figyelj, alkudni, akkor alkudjon, mert én szeretném megszabadulni tőle. Hát mondom, alkudjon, mondom, hogy próbálj megegyezni, mondom, és odaadom olcsóba. És akkor erre mindig mondja, hogy nem, egy büdös. És azóta nem is jelentkezett. Aha, jó, de mi lett a szellemmel végül? De most a szellemmel az lett, van egy barátom, egy ismerős, és akkor elkezdem neki ezt mesélni. Na mostan ő neki van egy pap ismerőse, és mondja nekem, hogy figyelj, vigyük el a papot, azt mondja, vagy elviszem hozzád, azt mondja, és akkor vigyél a templomból a szentelt vizet, azt mondja, Isten. És akkor szenteljte meg a házat, menjen el a pap, megszenteli a házat, meg minden, és nem fogod látni. És kijött a pap? És kijött a pap, és 3,5 hónapja most nem lehet látni. Aha, mennyit kért? Semmit. Semmi? Na, milyen rendes pap volt? Hát, nem is persejezett. Hát nem is volt, nem is járt körbe, semmi. Kijött, nagyon rendes ember. Szimpi. És megszentelte a házat? Igen. Elmondott az imákat, papot keresztetett az ajtóra, és ott elmondta a dolgokat, és azóta most nem lehet látni. Tehát azóta nem is volt. Megszabadulni tőle, minden áron. Oké, Gyuszi, köszi, hogy elmondtad. Oké. Köszi, csáó, hello. Hello. Mi van akkor? De neked úgyis ilyen rövid, ilyen kopasz fejed van. Igen, ez így van. Igen. Rövid a feje? Próbálok meg így átfűzni a gondolatmenetre, igen. Ez vagyok én, igen. Ez mit? De vajon mit akar kihozni belőle? Igen, én. Én már tudom, vagyok. Én már érzem. Adunk rád egy barna köntöst. Egy fürdőköpe. Nem tudom papot, nincs papismerősöm. Ja, hogy játszok el egy ilyen Ferences Redi szervezet? Igen, és szented meg a kazán. Lakok rád a Budó Sportból egy fehér övet. Ki jössz kis szentelt vízzel? Igen. Elmondasz egy miatyánkot, elmondasz egy hiszek egyet, mit szoktak mondani még, nem? Üdvözlj egy Máriát. Valami, nem? És megszenteled a kazánt. Inno, mine, do, mine, gaudámus, szintor, blablabla, na, csá. Na. Hívtál taxit? Jó, én megcsinálom. Nagyon szíves, de vajon át tudjuk verni a szellemet? Szerintem simán. Figyelj, a Gabi néni valószínűleg járt templomba, nem? Biztos vagyok. Ő tudja, hogy milyen egy pap, de szerintem simán átverhető. Hát kijössz és elmondod nekem. De átverhető egy szellem? És például a hallgatóktól se kérdeztük meg, hogy például az ő szelleme az a csoportköröknél is jön, vagy csak az egyenes kiesési rendszer, vagy esetleg döntőknél úszik be jobbról balra, vagy balról jobbra. De az üdvözl egy Máriát, tudod? Persze. Igen? Idáig igen. Üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a terméhednek gyümölcsei. Jézus, így van. Szűz Mária Istenek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján amen. Így van, most és halálunk óráján amen. Így van, ez a tökéletes szöveg, tényleg így van egyébként. Ezt én is ismerem. Füstölünk van? Van füstölünk? Egy fülgyertyá vagy valamit van? Milyen Jászmin? Tessék? Csak a nevedet tólítottalak. Mától Jászmin vagy. Nem rossz Jászmin egyébként. Nem is rossz. Te Mától Jászmin nem volt vagy. Kirakatőről közül. A második alkalom, amikor voltam Jászminnál, már nagyon fincsi volt. Egyébként
Natúrt is vállal. Na de János atya! János atya maga ilyet nem mondhat, ő Mátor János atya. Kijössz és megszenteled a házunkat. Azt akarom, jó, hogy menjen el. Tehát ne legyen ott. Ja, Juli írt egyébként SMS-t. Megdöbben. Józsi bácsi jelentkezett Gabi néniért. Most is a budira várok. Most is a budira várok, a 86 éves Józsi már benn van. Szorulása van. A rádiónk, ami totál kontakthibás, a szellemes beszélgetésre bekapcsolt. Ezt írt a Júli SMS-ben. Ezt küldte SMS-ben. Ugye Júliéknál ott van az öreg. Az a baj, hogy... Nálunk meg ugye a Gabinén, mondom, hogy a kettőt össze kell Juli hozni. Nem egy műszaki ember, ő kontakthibának érzékel azt is, hogy van rajta egy kapcsolat, el kell fordítani. Honnan tudok papot szerezni? Templomból. Kolostorból, Monostorból. Apátságból. Jöjjön el egy pap ma hozzánk. Jó. Jó? Van ilyen, hogy papi szolgálat? Hogy fölhívom, hogy mit tudom én, szeretnék egy papot? Árulnak ilyet a Vaterán? Vagy van ilyen? Hát helyi plébánia hivatal. Üss már le egy papot a Vaterán. De milyen legyen? Katolikus, református? Szelleműző pap. Az a baj, hogy én elküldetem a szellemet, nekem ezzel nincs bajom. Tudok különböző tértisztítási technikákat, ugye a Pránamadiban egyébként van ilyen, de az ide kevés. De mozgás hagyományos van. Az a baj, hogy a Pránamadiban Gabi néni nem lenne. Nem reagálna rá egyszerűen, mert hogy ez nem... A nénit megpránázom rajta, ez átmegy. A biztonsági kedvéért szerintem kellene egy református, meg egy katolikus is. Igen. Meg egy anabaptista. És egy mormon. Gabi néni vajon tudja, hogy ő halott? Ja, nem. Nem, szerintem őt teljesen úgy érzi, hogy egy élő ember, te meg beköltöztél a telekre. Igen? Egyébként lehet, hogy ő most papot keres, hogy kiüzzön titeket. Csak nem tud kimenni. Igen, tud kimenni a telekre. Biztos mormonok. Ez egy komoly telekvita akkor. Ez komoly telekvita. Egyelőre mondjuk mi állunk jobban, legalábbis a földhivatalnál a tulajdoni lapon. Na jó, oké. Von de Matteo János, így igen. Vadon Matteo. Mától ez az új neve gyermekem. Vadon Páter. Vadon Matteo János. Jó, jól szórakozunk, de nem egy háztartás van, mint hogy az SMS-ekből kiderül, hogy azért ott hangokat hallanak, meg furán elindulnak a turmizgében. Meg ahol nem jó a kazán, igen. De egyébként szerintem kazán szentelés még nem volt az országban. Azt tudom egyébként, ilyen mindenféle olvasmányokból, meg filmekből, hogy az ördögűzéshez, ahhoz a Vatikán engedélye kell. Igen, tehát többen megértek Jani a kis Démien, igen. Vagy Benny. A Vatikánnal fel kell venni a kapcsolatot, de ha mondjuk egy kazáról van szó, akkor nem biztos. Tehát egy kazán szenteléshez nem kell. Itt a helyi plébánia hivatal telefonszáma, ha gondolod. Van helyi plébánia hivatal? Ez a kerületben? Igen. Hát most nem kis pénzt csúsztatok oda a reverendája alá, nem? Hát simán. Csak gondolom, nem hogy... kell a reverendája alá. Szerintem, hogyha a kezébe nyomod, az is súly, illetve vannak persejek. Szerintem ne túl kell a reverendája alá. Hát azért mostanában, amit az ember hal, szerintem lehet, hogy örülne annak. Jó, akkor menjél rövid nadrágba. Kis pantalóba, és húzzál egy magad egy csatogos lepő. 8 éves vagyok. Jó, gyerekek, hát ez most könnyű ezen nevetni. Na mindegy, jó. Figyelem, figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Hello, Péter! Szia! Honnan hívsz minket, Péter? Nagyvárosból. Péter, otthon még, vagy már munkában? Munkában, igen. Taxis vagyok, és a kocsiban ülök. Oké, okay, kivel? Janival. Jaj. Szerintem nem rossz választás. Ja. Na, megnézzük, jó? 3-2-1, tessék. Ja. Azt mondtad, hogy dunaújvárosi vagy, ugye? Pontosan, ez Tolna megye, jól mondom. Fejér megye. Fejér megye. Így van. Régóta élsz ott? Oda valósi vagy? Itt születtem. Akkor lokálpatrióta vagy, ugye? Szereted a várost? Szeretem. Család van? A szüleimmel élek még. Uh-huh. De szeretem családot, gondolom. Későbbiekben. Természetesen. Gyereket is? Hogyne. Sokat, keveset? Kettőt. Egy fiú, egy lány. És mi a taxizol régóta? 5 éve. 5 éve már? Mári. Hogy? Mári Alavi. Hogy? Mondjad? Szereted a munkád?
Szeretem, persze. Jó. Szerinted meg fogsz verni? Remélem. Jó van. Én is nézem közben az időt. Aha, jó van. Hát ez... Hát ez nagyon erősen, ez passzív volt. Elég, szóval, hogy remélem, 5 éve, igen, nem, sárga, az nem jött, piros. Illetve elindult az igen. Semmi, egy mondatod nem volt. Semmi. Hát, nehéz így hirtelen élőben. Én az értem, persze, csak hogy azért ez meglehetősen passzív játék volt, szóval egy kis egyszavas válaszaid voltak szinte végig. Tehát egy, nem, hogy egy tüstén mondat, vagy egy bővített mondat nem jött ki, ha, semmi. Szavak. Tulajdonképpen. Szóval, hogy ez nem volt egy erős játék. Nagyon ritkán szoktunk már valakit meginteni passzív játékért, de hát ez nagyon passzív volt. Hogy érzitek? Az volt, nem vitatjuk egy pillanatra se, főleg úgy, hogy a múlt héten olyan jó játékosaink voltak, akik szépen beszéltek és hosszan, hogy ez ahhoz képest ez egy gyenguszka teljesítmény volt. Most valahogy úgy érzik egyébként szerintem a hallgatók, hogy ezzel a picit passzívan visszafogottabb játékkal ez a kérdezünk, mi hát ha egyszer belekúszunk vagy csúszunk valami rossz szóba, akkor majd ez fog bejönni. Jó, itt vagy egyáltalán még? Itt vagyok, igen. Élsz még? Élsz még? Vagy mondj valamit, Péter, itt vagy? Élsz? Itt vagyok, halsz? Hát csak próbáltam alakulni, hogy nem mondjak ki egy tiltott szót se. De már lejárt az idő, már beszélhetsz nyugodtan. Nem, hogy tiltott szót nem mondtak ki, semmilyen semmi, szót. Konkrétan semmi, de tényleg, tehát hogy már nem nagyon szoktam mondani, hogy passzív játék, ne adjuk meg, de ez nagyon passzív volt. Jó, figyelj! Én nem akarok most itt rossz zsarút játszani, bízzuk a hallgatókra. Jó? Tényleg, most az egyszer nézzük meg. Ha több igen érkezik, mint amennyi nem, akkor megadjuk. Ha több az olyan SMS-en azt mondják, hogy ne adjuk meg, passzív voltál, akkor nem adjuk meg. Kíváncsi vagyok most, hogy ha teljesen objektívan nézzük, mit mondanak azok, akik végighallgatták ezt a játékot, és küldenek egy üzenetet. De tegyük félre, meg szűrjük ki ebből a ha nekem se lesz, neki se legyen, ha nekem nem sikerült, ő is rohadjon meg című hangulati elemeket. Csak is kizárólag a játékot nézzük meg, hogy ez milyen volt. Jó, kíváncsi vagyok most, hogy erre a nagy többség mit ítél. Jó, Péter, ha úgy döntít ennek a hallgatók, hogy megkapod, ha nem, akkor nem, megnézzük a bejövő SMS-ek százalékát, jó? Jó, oké, köszi. Még nincs elveszve, most ne legyél szomorú. Még lehet, hogy megadják. Örülök, hogy beszéltem veletek. De azzal egyetértesz, hogy passzív voltál? Igen, végül is igazatot van. Jani, mit mondasz, passzív volt? Passzív. Ugye? Passzív volt, igen. Igen. Jó, meglátjuk. Péter, még üzenünk neked adásba hírek után, hallgass, jó? Jó. Tudsz még hallgatni minket? Igen. Jó, akkor figyelj, mondjuk az végeredményt. Köszi. Hello. Ciao, hello. Szia. Ugye? Tehát, hogy ezt meg kell fogni, passzív, mert akkor holnap is így játszik valaki, holnap után is. Nem. Muszáj keménynek lenni. Több mint 200 SMS egyébként csak ahhoz, hogy ki volt passzív. Tehát, nagyon jó. De valaki már annyira radikális, azt írja, szavaztassuk meg a ti fizetéseteket is. Nem mondta ki a 4 szó közül az egyiket se. Akkor most meg miről van szó? Agyrém! Azt írja. Nem kéne még ennyit, kötözködetek se. Nem lenne ez a játék. Kezd olyan gagyi lenni, mint a Boom Software. Aki szimpi, megadjuk, aki nem. Annak nem. Agyrém! Na most kérem ki magamnak. Ne tudja a saját véreinket, áruljátok el, nem te tárulók. Döbben el, gyerekek. Hát ez csak egy játék. Hát csak bedobtam, hogy szavazzátok meg. Nyugi, nem kell. Nektek így se úgyse lesz ajándékcsomag. Szerintem Péter már örül. Tehát ő nem kapott ajándékcsomagot, de hogy szegény, ketté nem, szakította az országot. Nem, Péter egyébként egy nagyon szerény, nagyon kedves, nagyon kultúrált ember az alapján, ahogy így elbeszélgetünk egymás, és szerintem ő most ül az autójába, és kicsit lesüti a szemét, és már sajnálja az egészet, hogy így... Írt hogy is, egy ilyen, ne, írt hogy is köszi, fiúk a lehetőséget, semmi gond. Igen, köszi, fiúk a lehetőséget, semmi gond, írja Péter. Jár az ajándék, mert Feri kimondta a nemet. Á, még reggel 6-kor. Nem kell a kifogás, nyert a játékos, gyökerek! És egyébként is kimondta, hiszen fekete, fehér, igen, nem a játék neve. Ha a játékszabályt nem tiltja a passzivitás, akkor a játékos nyert. Tetszik, nem tetszik? Egy könyvelő! Bármit csinálsz, Jani, rohadj meg! Balázs, dökölj meg! Balázskám, legyen! Balázskám, túl szigorúak vagytok. Jani kérdés sora, lehengerelte szerencsétlen, adjátok meg neki. Többenet részben van, csak igazatok. Ti napi szinten játszotok, de az egyének csak egyszer. Megérdemli a nyereményt! Rátok gyújtjuk azt a rohadt pénzberdét! Balázs úr!
Veszíteni tudni kell? Adjátok oda neki, igen, kicsit passzív volt, de olyan is előfordult már, hogy valaki újabb lehetőséget kapott. Ő legalább nem mondta ki a tiltott szót. Szép tapa, csaci! Ez elképesztő. De nem igaz, hogy ennyi SMS-ből nincs, mert az, hogy most boldogok vagytok? A legnagyobb. Igen, imádom ezt. Ez Magyarország, írja ki. Balázs, uncsi vagy. Zárjuk le a dolgot, jó? Gondold, de tényleg, hogy ez csak egy ajándékcsomag. Tehát milyen indulatok vannak ebben az országban? Milyen érzelmek? Egyfajta szomorú, de ám nagyon igaz körkép jelen pillanatban hazánkról, hogy ilyen mentális állapotban vagyunk. Nem kell foglalkozni az otthonival egy ilyenen ki. Meg nem is csak az, hogy nem kell foglalkozni, hanem olyan szintű elkeseredés van, és erről nyilván nem az emberek tehetnek, és olyan szintű reménytelenség és kilátástalanság, hogy a te dühödet, frusztrációdat képes vagy egy ilyenben megjeleníteni. Mint egy szavazás egy műsorról, vagy egy fekete-fehér igennem, vagy bármi más. Életedet kéne, hogy okold, amiről egyébként meg nem tehetsz, mert ellehetetlenítettek, nem? Mutat egyfajta mentális állapotot, és azért ez szomorú, ha belegondoltok, nem? Igen, de ugyanezt az energiát, ha mondjuk átfordítanád, és valami jót csinálsz belőle, nem vagy a kis életeddel foglalkozol, akkor lehet, hogy az lenne előrébb. Hát igen, csak ekkora reménytelenség van. Hazudtok! Ez már egy vágott verzió! Balázs, anyát! Megint a taxisok, mi? Na most, na most ebbe már belevettük a taxisokat. Igen. Is. Tehát most már ők is felháborodnak. Persze, spóroljatok csak a promó cuccon. Legyen döntetlen, meg. Jaj, na jó, nem tudok ezen tovább lépni. Nem vagyunk rossz állapotban, köcsök! A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Ugye mindenki megy ilyenkor céges buliba, meg rendezvények, vállalati bulira, és mindenki iszik, ugye? Így van. És remélhetőleg taxival megy, taxival jön, ahogy mi is tettünk így Jánossal, sőt, még ma reggel is, én legalábbis, mivel te BKV-ztál? Ma reggel? Igen, tehát arra fölülhetsz, persze. Persze. Taxival jöttem. Nem üt el nagyon a szag miatt. Igen, csak arra kell figyelni, hogy ilyenkor az ember egyesülésbe üljön. Mert hogyha esetleg megalszik, akkor ne a másik az ölébe ébredjen fel, mert nem biztos, hogy jó néven veszi. Hát vagy egy forró forrasztópákával kiűsd a szagló bimbolyt itt az orban. Szóval honnan tudod te, hogy mikor ülhetsz autóba? Ezen morfondíroztam a taxiban. Mm-hmm. Nem akartam nagyon beszélgetni, hátsülésre ültem, érezte, és ő se nagyon. Úgyhogy nem megyünk át egymáshoz szenteste. De honnan tudom, hogy én fölkelek reggel, mondjuk 4 óra alvás után, megittam fél liter bármit, mondjuk töményet. Honnan tudja azt a honpolgár, hogy mikor ülhet autóba? Tehát ugye azt mondják, hogy kell X idő, ami neked lebontja a szervezeted. Ugye? De kinek mit? Hány óra alatt mit bont le a szervezete? És például ne adj Isten, mondjuk te egy vállalati bulit, te bárhova elmentél berúgni. Te reggel lefeküdtél a 2-kor, te fölkelsz reggel 8-kor, aludtál 6 órát. 8 óra 10 perckor te a saját autódban vagy. És történik valami, amiről te azt gondolod, hogy már nem követtél el semmit, hiszen ugye te lefeküdtél aludni, kialudtad magad, és vezetsz. Valami történik. Téged akkor elítélnek, megállapítják, hogy a véredben ennyi volt az alkohol. Így van, de hát aludtál, pihentél, nem akkor ültél autóban. A legnagyobb baj ezzel az, hogyha te vétlenül mész bele egy balesetbe, igen? Tehát mondjuk a buli után lefeküdtél, aludtál 5 órát, elindultál kocsival, és vétlenül egy baleset részese vagy, hát kiderül, hogy te ittas vagy, vagy hát nem vagy már ittas nyilván, de van alkohol a véredben, akkor ott vége a vétlenség. Igen, de mikor tudom, hogy ez kiment? Tehát, ha mert te mondjuk x grammot x idő alatt bontasz le. Én nem érzem magamon már semmit, nem vagyok, nem szédülök, nem érzek semmit. De beülök, és mégis találnak. Hibás vagyok én akkor, hogy úgy ültem be, hogy már önmagamon semmit nem éreztem? Mert most vagyunk őszintén, a részeg ember általában úgy érzi, hogy ő teljesen tiszta, teljesen józan, bárhogy beszél, bárhogy fejezik, bárhogy tántorogja, azt fogja mondani, én nem ültem semmit, már 8-szor szinte. Tehát, hogy jó, hát ez nem részek vagyok. Persze, de még később sem, tehát, hogy szerintem nem lehet időben meghatározni azt, hogy mondjuk 8 óra múlva már beülhetsz az autóba, pontosan azért,
amit te is mondtál, mert mondjuk a Feri rutinjával, illetve testméreteivel máshogy érted egy fél disznót, meg egy hordó, egy gönci hordó bort is lebont addigra. Végre amikor... kiugattunk a Ferivel és a fél disznólát, de jó. Egy hordó rubot, egy fél disznót és egy szerránosonkát te 5 perc alatt lebontasz olyan gyomorsan. Nálam meg egy zacskó dianás szesz, vagy dianás cukorka sem jön még ki a szervezetemben addigra, amikor a Feri már gyakorlatilag nem látszik semmi. De tényleg, hát egyszerűen azért, mert ő nagyobb, sokkal másképp bontja le, hozzá van szokva a szervezet, stb. Szerintem ez csak egy szondával, egy digitális... Nagyon megbízható módszerek vannak. Mi a módszer? Becsukott csukban a szemed. Ha egy gyerek elfordítja a fejét, mert nem akar puszítani. Milyen kezes vagy? Te balkezes vagy? A jobb kezed? Igen. Mi az, hogy ha magadhoz... vagy, na, mi jobb, jobb kezedet nyújtsd ki, és csak kis ujjadat tarts csak nyújtva. Így van? De nyújtsd előre a kezed. Jó? Csukott szemmel meg kell érintened a kis ujjaddal az orrodat. De figyelj, az nekem egy fél liter rum után is megy. Na nézzük. De hát, és akkor így tudom eldönteni, hogy ülhetek autóban. De becsukott szemmel. Aha. Gyerekek, 5 centivel ment mellé. 5 centivel. Jó, akkor ez nem megy még fél liter rum után. Volt tegnap óta egy orsövény ferdülés korrekciód? Mert jó, azt hittem, kicsit barább hordom az orrom, most ez miért akkora baj? Igen, de fura, mennyi régebben jobbra mellé? Volt. Hogy ide tetted így. Jézus, kinyomtam a jobb szemem konkrétan. Na de akkor mi van? Jó, de ha mondjuk nem érzed... Nyilván ez nem jó módszer. Hát, de ezt használni fogom. Igen. Nem érzed, de látod. Van ilyen alkalmazás, a Laci mutat, hogy ki tud számolni, mennyit itt áll, és ott mennyi idő alatt bontódik le. Van már ilyen applikáció, tök jó. Beütöd, hogy mennyit itt áll, mikor itt áll, és kiszámolja neked, hogy mikor ülhetsz autóba? Vagy hogy mennyi idő múlva ülhetsz autóba? Zseniális, nem ismertem. Te most ilyen távolságból 2 centit nyúltál mellé, hogyha ez ha hosszabb karom hatványozottan. Igaz, ha sokkal hosszabb karom lenne. Most képzeld el, hogy bármilyen táblát, kereszteződést, követési távolságot, akkor hogy benéznél már? Ha most tényleg hát az orrod mellé nyújtál. Nem nézte rá, hiszen csukva volt a szeme. Mondjuk ez is. Igen, azért hát nem vezetek csukott szemek. Mondom, én a taxival jöttem, nem is ezért, csak hogy azon morfondíroztam tényleg, hogy akkor így mi az exakt. Mm. Tehát, hogy akkor az elmúlt 8 órában az a legbiztosabb, hogy az elmúlt kiszámolott, hogy 8 óra kell, hogy elteljen. De alkoholmérgezésig ittam magam, akkor a 8 óra se elég. Kevés. Ha megittam, mit tudom én, 2 deci rumot, akkor meg lehet, hogy a 8 óra tök fölösleges kivárni. Tehát, nem, tényleg nem tudom. Hát csak a műszeres mérés az, ami hát tovább megyek, várj egy picit, mert hogyha te például szondába fújsz, igen, és az nem mutatja ki, attól, ha vért vesznek, a vérben még benne lehet. És aha, ugye, ha baleset a történet, és ott véletlenül elszólod magad, hogy tegnap este én az ittam, a baj, hogy a zuhanyzás, öltözködés, kávézás mellé nekem nem fér bele minden reggel. Vagy illetve ilyen alkalmak, hogy egy vérvétel is tudod, mert... Mondjuk ott a konyhába megszúrod magad. Kis vattával megnyugtatod saját magad. Az a baj ezzel az applikációval, hogy a legtöbbször azért én nem emlékszem, hogy mit ittam. Tehát, hogy üsd be, hogy pontosan mit ittál. Aha. Hát most egy ilyen stáboli után nagyon nem szoktam keverni, de hogy azért így nagyon hát nem emlékszel, nem? Hogy most pontosan mennyi volt. Meg hát ugye egy gyártásvezetők ott össze-vissza öntögetett mindenkinek az italában. Hát ő dzsinákat öntögetett, és elsősorban lányok italában, úgyhogy minket csak kínálgatott már, amikor nagyon részeg volt, mert egy idő után már bármit bevállalt volna. De a büntetési tétel, tehát amikor tőled vért vesznek, akkor azt a vérteszt ugye ki tudja mutatni, hogy te mikor ittál. Ugye? Igen. Enyhítő körülmény, ha mondjuk én 7 órával a baleset előtt ittam, nem én vagy valaki? Ugye érdekes dolgokat kérdezik. Szállja, azt nem ugye a Rezesovánál is arra alapozták időben. De a Rezesovánál is arra alapozták ugye a védelmet, hogy ő akkor ivott, amikor már megtörtént a baleset, így és van, meghúzta az üveget. És próbálták ugye kimutatni vizsgálatok, stb., hogy ittas volt-e. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy ha bármi történik, akkor meghúznak egy alkoholos üveget. Ami aztán nyilván kamu, mert tudnak különbséget tenni. Hogy a baleset után, aha, gyorsan iszik egy korcsot, és azt tudja mondani, hogy ő a stressz miatt ivott. És hogy máshogy büntetnek elvileg. Tehát más a büntetési tétel, ha bebizonyosodik, hogy te valójában a baleset után ittál. De azt szerintem nagyon pontosan kell tudni például, hogy mennyit ittál, ugye? Tehát, hogy egy felest vagy kettőt, ahhoz, hogy ki tudják számolni, hogy te mikor ittál. Most a te esetedben, mikor magad sem emlékszel arra, hogy hány palack fogyott abból a jó rumból, Akkor nem tudsz kiszámolni. Én csak azt látom, mindig tolják ki az üres göngyöleget. Igen. És a pultos kislány rettenetesen örülve mindig adok borravalót. Taxiba adtok borravalót? Kell borravalót adni? Mire adsz borravalót? Főleg úgy, hogyha ittosan szállsz be, úgy kell. Igen? Igen. Meg kellemetlen vagy, ne haragudj, hogy ezt kell mondjam. Nem álltam össze a taxi, csak ezen is gondolkoztam. Én nagyon sok minden nem tudok reggel gondolkodni. Én tegnap hazafelé is adtam, előtte is adtam egyébként, de tegnap hazafelé is én azt dotáltam vele, hogy gyakorlatilag 4 órán keresztül
20 méterre tőlünk állt az autó, és nevet minket észre, és már így össz, már öleltük egymást a Gáborral, a főszerkesztőnkkel, mi majdnem megdöglöttünk, annyira hideg volt, mind a ketten vacogtunk, mint az el. 20 méterre tőlünk állt a taxi egy autóbusz megállóban, és ott várt minket. De és ti nem vettétek észre. Én inkább megfordítanám a dolgot, tehát nem mi voltunk azok, akik rossz helyen álltunk. Mi nem rúgtunk be még soha egy stábilag, ilyen nagyon durván, mit tudom, Anna négy kézláb lovacskázzon, mit tudom én, és valaki ilyen kantárszíjjal gyeplőzzön mögötte. Lehet, hogy pontosan azért nem tudom kitörölni soha többet az élményt, és néha feljadnék rá. A Feri azt, hogy nézd, Bali, nézd, 40 éve után is van élet, és megpróbálna lemenni hídba. Tehát, hogy miért nem csinál? Hiszem, akkor meg is csinál. Bali, nézd, ha azt gondolod, öreg vagyok, nézd, meg le tudok menni hídba. Esélyed gólya költözött a fejemre. Miért nem volt még soha olyan stábulink, ahol így egész egyszerűen tényleg mindenki ilyen nagyon makonyára iszta magát. Tehát Annát négy tég, Ferit négy kézlem, mondjuk őt leinni azért az egy kemény, mert mi ketten lovacskázunk a Ferin, érted? Ez azért van, mert Anna a tervezett gyermekvállalás híve. Igen, előre megfontolt szándékból ez csak. Feri többször kezdeményezett már ilyen bulikat, de mindig magára kezdjünk bele. Tehát a Zsűl így hajnali kettők, így ráborul a pultra, és megpróbál, mint hogy gyertyából így alkoholt fújni, tudod, és így izé... Én azt megnéztem. Tudok tüzet fújni. Én azt az állapotot szeretném látni a Zsülnél, amikor mondjuk így összetámasztja veled a homlokát, és azt mondja, hogy kemény vagy. Kemény vagy, Balázs, kemény vagy. Te milyen Zsül vagy? Vagy milyen részeg vagy Zsül? Kedves? Jó Isten. Én a Zsűlből azt nézném meg, mint a bárányok hallgatban, hogy letolja a nadreget, kicsit hátra csipeszeli, csinál majd ilyen magabén, és azt mondja, Balázs. Szia, Balázs. Mi csak kijött hozzád, Balázs? Szuzi és tekergő. Hol van a terka, Zsűl? Hátra köttesz. Kerülj meg, bébé. Tehát egy ilyen buliban miért? Csinálni kell még tényleg. Láttam már őt egyébként, elárulhatom, meg én a Ferit is láttam már. Hát mi azért sokat bulisztunk együtt régen. Engem itt a soha. Soha. Volt rá példa. Persze. De ő ilyen boldog, nem? Jó fej. Persze, igen? Mindenkit meghív még egy körre. Igen, mert elmenekülnétek egyébként, ha nem vízetek még egy kört. Igen. Te milyen vagy, Anna? Milyen röhögős. Fárasztó. Mindenki, amit akar, azt csinál veled? Nem csinál. Nem. Mindenki annál vagy? Nem lovacskázni? Milyen zsibbasztó vagy? Röhögős? Nem, szerintem kicsit zsibbasztó, röhögős. Igen. Ez jó. Imádom azt a típust, akinek nem kell poén mondani, hogy röhögő. Ez egy ilyen egotrip, tudod? Bármit mondasz, nagyon röhögő. Én ilyen vagyok. Hát a másik női típus szerintem a síros. Az borzalmas. Fú, azt nagyon nem kedvelem. A zsibbasztó síros. Nem, lelkizős, majd síros. A csaj. Aki először jön, hogy nem akar, vagy nagyon megbántottad a múltkor egy beszólás, igen, és ez mennyire rosszul esett neki, egyébként kiderül, hogy 3 hónapja nem szexelt, megcsalja a férje, és a te vállodon akarja kisírni magát. Van ez a típus. És tudod? A végén szerelmet van, de azt is sírva. Igen. Van az agresszív, ugye? Én azt a típus nagyon szeretem, amikor már kicsit a méltóságát kezdi elveszíteni, hogy elfolyik a szemspirálja, és kicsit kócosan rá. Megvan az a típus? Tudod, aki úgy néz ki, mert most nyúltak volna bele a hajába, kicsit háromszáli rosszabbul el, és mert valahogy egy picit így elkezdett már elfolyni. Ez az adalézés, azt mondja, hogy szőszös rád, szőszös. Van tüzetek, és egy töltőtól van már a száj. De nem, nekem ő az 50-es fingeres. Az igen, ő már a nagyon rutinos. Na, Bali, mikor lesz buli? Nem tudom, mi vagyok én? Udvari bolond. Ja, igen. Nem tudom, már valamikor kéne egy ilyen stábulit csinálni. Tényleg, jön az év eleje, valamikor azért rejtsük már meg. Mi nem csak januárban, amikor már mindenkinek hiányérzete van, és lecsengett, és már mindenki tök depressziós, hogy itt van a január. De mindig elmegyünk ilyen nagyon kis intelligens helyre, ahol nagyon intelligensek. Igen, mindig ilyen nagyon illedelmes ebéd van, és utána mindenki megy haza. Nem mindegy, tényleg kéne egyet szervezni. Úgyis elmúlik ez reggelre nálad. Most nagyon szeretek mindenkit. De ezt 10 órára ebből látszik, hogy jól érezted volna. Igen. Itt van velünk Zaher Gábor, aki mindjárt segít nekünk. Hello Gábor, jó reggelt! Gert, szevasztok, szép másnapot kívánok mindenkinek. Szenvednek figyelj, a fiú. Annyira dolgozom a mondatokon, mint még soha, hogy összefüggően tudjam beszélni. A másnap az a betegség, amivel az orvostudomány semmit nem tud kezdeni. Ez az egyik legjobb.
Abszolút. Jó, hát persze meg lehet valakit dializálni, de hát szerintem azért egy műves a kezelés, így a másnapban az egy elég gáztörténet lenne. Honnan tudjuk, hogy mikor? Ugye ez egy egyszerű kérdés, meg nyilván azt mondják, hogy 8 óra, és akkor minden megvan oldva, de mégis egy ártatlan delikvens fölkel. Hát ez azért nem igaz. Nem igaz? Ez azért így nem igaz. Ugye alapvetően abból kell kiindulni, hogy egy átlag A4-es magyar honpolgár kb. 10 g alkohol tud óránként lebontani. Na most lehet reggel számolni, csak azt gondolom, hogy a másnak nem arról szól, hogy papír, ceruza, esetleg okos telefon, számológép, és ütjük, verjük ott a számokat, mert egy pillanatot félresítünk, nem beszél valahogy, hogy én idézni azt, hogy mennyi alkoholt fogyasztottunk kb. Mennyi idő alatt, milyen volt a felszívódás és a lebontási kinetikánk. Én azt gondolom, hogy a 12-14 órával már lehet biztosan menni. Tehát kiszámolod, hogy mikor jöttem utoljára, és a üzem biztosan 12-14. Így van, akkor már nincs gond, és az, amit itt mondtatok, ez az otthoni alkoholszonda. Szóval én azt kell, hogy mondjam, hogy Balázs, ez nem feltétlenül az alkeszokról szól, sőt, leginkább nem az alkeszokról, annak már mindegy. Annak már úgy sincs mit elvenni a rendőrnek, mert már nincs jogosítványa, szóval ott már ez nem játszik ez a történet, mert pontosan azoknál, akik ilyen alkalomszerű alkoholfogyasztók, mert azoknál lehet ez fontos, aki reggel ilyenkor megfújja, és nem a 2000 forintos kínai szart érdemes ilyenkor megvenni, hanem egy olyan 10-12 ezer forintért jó, 20-25 ezer forintért nagyon megbízható alkoholszondákat lehet kapni, és például tök érdekes, hogy mondjuk ha ilyenkor az ember reggel át, hiába most háromszor fogad, azért van egyfajta, hogy is mondjuk csak süsűszerű lehellete. Én ilyenkor... is folyamatosan próbálok Janira TikTokot erőltetni. Így van. Így van, de a szájvíz se jó, mert a szájvízben is van alkohol, és például mi ezt ki is próbáltuk, hogy szájvíz után gyakorlatilag 3-4 perccel pozitív az alkoholszonda, kilégzett végig a levegő alkoholszonda, viszont negyed óra múlva negatív, szóval ha ilyenkor valakit megállít reggel a rendőr és a szájvízre akarja fogni, nem biztos, hogy a rendőrnek lesz türelme kivárni még azt a negyed órát, amíg ez valójában kipárolog az ember szájból. Szóval a szájvízzel is ilyenkor reggel óvatosan, inkább 3 rágógumi, tiktak, lapka, bármi egyéb ilyen történet, de mondom óvatosan, és a másnap is elég gáz, hiszen másnaposan beülni az autóba, az legalább annyira veszélyes lehet esetleg. Laci, ugye feljegyezted, amit mondott a Gábor, jó, akkor ha nyit a büfé, akkor lássuk már el minden valást, mert nem lehet megmaradni. Egy élő dökkút van a számban, arra gondolsz? Egy működő dökkút? Hát igen, ehhez képest időnként a komodói varánusz az egy jó arcú és jó társadalmú versenyző tud lenni. Érdekes, még kinyitom a számot, és ilyen denevérrajok röpülnek ki belőle. A véralkohol teszt, vagy tehát amikor vért vesznek, akkor különbséget tud tenni, ha valaki még baleset utáni volt, és arra fogja, vagy a baleset előtti ívást máshogy bontja le a vér, vagy van erre vizsgálat? Hogy ma már azért ez a legjobb, ez a ráívásos történet, ezt nagyon sokan szokták csinálni. Igazándiból azért itt az alkohol felszívódásából, és kérdés, hogy milyen hamar vettek utána a ráívás után vért, meg esetleg előtte, ha nem fogyasztott, abból azért ma már meg lehet buktatni, szóval én úgy gondolom, hogy azért annyira nem lehet most már valaki ügyes, hogy mondjuk egy szakértőt át tudjon vágni. Szóval sokan próbálkoztak ezzel, és ugye rengeteg ügyvédi iroda foglalkozik ilyenfajta történetekkel, de én úgy gondolom, hogy ma már a szakma jár annyira elől, hogy mondjuk ebből nem szokott általában probléma lenni. Gábor, viszont visszatér meg egy gondolat elejéig, akkor te is azt mondod, hogy érdemes mondjuk egy ilyen alkoholszondába investálni egy jobb minőségűbe. Igen, annak akinél egy évben mondjuk egy 8-10-15-ször előfordul, hogy ilyen buli kapcsán hát mélyen néz a pohár fenekére, akkor reggel azért, hogyha megfújja, akkor mondjuk elgondolkodik, hogy ma érdemes lehet taxival mennem, vagy sofőrszolgálatot hívni. Figyelj, hogy néz ki egy detoxikáló? Mondjuk ez VV-vától is meg tudnánk kérdezni, de hogy tehát én sosem voltam még. És nem tudom, tényleg lekötözik az embert egy ilyen csempézett szobába? Miért egy detoxikáló? Először is a detoxikálók megszűntek január 1-től. Szóval. Már ez év január 1-től, most a sürgősségi osztályokon, illetve a toxikológián látjuk el ezeket a versenyzőket. Ugyanúgy porterem, infúzió, van, akit lélegeztetni kell, volt olyan, akit meg is dializáltunk. Szóval itt azért tóligról szól, persze világos, ugye a szalagavató utáni afterparty kapcsán, ugye holtsápadt, ilyen kondenssíkos gatyájú, rókabőrös patagányú versenyzőknél igazándiból azért egy-két gyógyszerrel lehet rajtuk segíteni, és utána másnap szokott lenni a döbbenet, amikor hogy kerültem ide, hol vagyok, és mondjuk engem meglát ilyenkor reggel a figura az ágyban, az általában azt szokta jelezni, hogy igen, mondjuk veled nem jó ébredni. Tehát a te arcodat nem jó meglátni. Téged is meg. De voltam akkor a tévé. Te nagyon nagy forma vagy. Cés volt? Igen. Suli büfé. Figyelj, van az a típus, aki még a detoxikálóban, és az bizonygatja, hogy egy kortyot se ittam?
Hát ott már azért ott már nem, nagyon... de tudod, most a legújabb duma az szokott lenni, hogy beletettek valamit az italomba. És tudjátok, ez azért gáz, mert általában, persze, hát főleg a fiatal ugye emlékszik az első háromra, mondjuk egy ilyen 55 kilós vízisikló típusú fiatal versenyző, megiszik három valamit, mondjuk koktélt, hát attól megborul, de most a negyedik, ötödik, hatodikra már baromira nem fog emlékezni, és azt mondják, hogy biztosan elkábították. Hát persze, mert az első háromról tud, a negyedikre már nem, na az ötödik, hatodik, na, most már mindegy kategória. És ez a búváritál szokott általában. Igen, ennél megnézi, följön. A búváritál? Emlékszem a csávon elvére, törköly. Egy erőszakos állat. Búváritál, nagyon nagy duma. Gábor, köszönjük szépen neked, jó munkát. Vigyázzatok magatokra, szevasztok. Köszönjük a gyógyszerért visszahívunk mindjárt. A, tényleg érdekel egyébként, igen. Jó. Köszi, okay. Ciao. Hello. Hello, hello, Zahár Gáborra beszélgettünk, hello. Hát akkor na. Itt van, ő az, na. Az, aki szerkezett. Ezen nem tudok túllépni, hogy te hordasz a belső zsebedbe szondát. Tehát ezt nem tudom hova tenni. De emellett nem menjen szó nélkül, Jani, hogy a belső zsebébe a Feri szondát hord. De van nála széntablet és halasbicska is. Így is, van, ha bármi lehet. Minden meg tudok oldani. Egyébként meg tőled tanultam el, mert te indulsz el úgy otthonról. Én egy rossz szót nem mondhatok, pont ezért. Minden varázskészlet nála van. De figyelj, reggel magadat, vagy a béka az, aki azt mondja, hogy fújd meg, és utána indulhatsz. Igen, kicsim, ne indulj, gyere. Kicsim, gyere, fújd meg a szondát. Törünk egyet. Gyere, jó van, mennyi taxival inkább. Nem a gyerekeket, nagyon betiramisúztak, érted? Óvodában nem mehetnek el spiccesen. Az a durva, hogy mellett a gyerekek szólnak, apa, szonda. Apa, már ne tényleg, ne csináld. Apa, tudod, hogyha elindulsz, elge szonda. Igen, mondja a két itt gyerek. Itt volt nálunk tegnap csak, Füles bácsi. Na, így adtok a csak fújjatok. Mondom amúgy, hogy én a Bérez Zótól tanultam tiramisút készíteni, és az ő eredeti receptjében az nagyon jó minőségű fehér hum szerepel, amit egyébként szerintem te is fogyasztottál tegnap. És... ilyen. Igen? Aha. Bizony. Törötte? Nem tudom, hogy kell törni. Nem. Én a rendőrnek mindig odott eltört, nem tudom, hogy kell törni. Jé. Jaj, csak nagy megvágja magam. Jaj, mondta a rendőr. Mondta a rendőr, mondta neki, add ide. Az a baj, már én se. Mi van? Nem tudod, nem tudsz eltörni egy szondát. Tessék, kell rajta lenni egy pontnak, abba igen, az irányba tolják. Na, hát te, azt, mert te aztán olyan nagyon rutinos vagy. Törni jól török, fújni nem fújok. Az a baj, hogy... a reszelő nincs. Meg kell reszelni. Hát Jani, a... tudom, hogy elveszítetted a körömvágóodat, reszel már meg, légy egy kicsit. A reszelő nincs itt. Azt elhagytam a múltkori mérésnél. Ez egy szonda, Jani. Várja, melyik azt mondja, aha, adod egy picit. Na, a rutinos. Mind a két végét le kell törni, de meg kéne mind a reszelni. Két végét? Igen, alját is, a picit is, meg a nagyot is. Nincs nád köröm reszelő? Vág, próbáld meg az orrszőröddel. Na, a Laci is mennyire okos. Hozott egy ollót. Á, te is ott voltál a buliban, Laci. Azért te is nagyon képzett vagy, Laci. Tehát így együtt azért erős csapat vagyunk. Nézd csak meg, figyeld a Bear Grylls-t, figyeld. Előz egy elemlámpaszettet, egy túlélőkést, egy kis bicskát, meg egy bográcsot. Mit van? A körömreszelő. Körömreszelő? A kis bicskáján. Az a baj, hogy ez nem az a fajta, de... Jani elővet egy kulcstartót, amin 6 féle körömreszelő, 4 féle körömvágó, 6 féle állkulcs. Kicsit megreszeled, és utána már törik. Kis reszelő. Meg kell az anyagot. De egyébként ilyen szonda már nincs a rendőrségnél, nincs. Nem? Már nem elektromos. Ez a tölcséres van, ez elektromos, hogy amit aztán körbeadtok a budapesti éjszakába? Ez nem így az, van. Hogy mindenki ugyanazt fújja, azt, vagy cserélnek el tölcsért? Nem kell tölcsért cserélni, ugyanis nem érsz hozzá a tölcsérhez, csak bele kell fújni. És a tölcsért csinálok a kezemből? Azt abban hát, lehet. Igen, de az a baj, akkor elárul a vidámságot. Tölcsért, hogy... tölcsért csinálok a... Uram, fújja meg a tölcsért, minek is tudok, tölcsért csinálok a kezemből. Kérem, ne kiabáljon őt vidáman, mert te baj. Uram, hát énekelne menjen végig a sávon? De hát miért? Azt mondta, csinálják tölcsért. Mi lesz, Jani? Megvagyunk a reszeléssel? Az is jó egyébként. A imádom, hogy te nem tudtad megoldani, én meg igyekszem megoldani, de már... Mindig mondod, hogy reszelés. Ennyi! Te mekkora reszelő is. Vagy, na? Eddig még senki nem panaszkodott. Fújjat, de csúnya vörös vagy ilyenkor. Jó. Fújjat. És fújjat, fújjat. Ne, ne beszélj, fújja. És most pikulázd, de az a Csitári hegyek alatt című klasszikus. Na kérem szépen, meg vagy? Jó. Mr. Szonda. Na. A szonda szakít, figyelj, döbbenet, hogy nálad van szonda. Kérlek ez... szépen, a két piros csíkig elért a zöld. Ez most csak a nyála, vagy ez zöldül szerinted? Ez a felső rész. Az a zöldülés, ugye? Zöldülök? Aha. Igen. És a piros csíkig zöldültél, az 8 ezer elég? Ezt hogy mondják rendesen? Igen. És az mit jelent?
Mi az, hogy mit jelent? Részeg vagy. Alkoholmérgezés. Ennyi. Neked annyi. Látod? Itt van. Idáig beér a zölded. Mondjuk az a szerencsét, hogy ez tipikusan egy olyan munka, ahol egy kicsi kis picceség jót tesz. Jó, csak mondanám, hogy azért, tehát hogy te konkrétan, tehát hogy azért így, de is egy dűlőt kipusztítottak miattad. Keresgélj már néhány ide illő szót. De csak mondom, hogy a Tokajban dűlők haltak ki a te bormennyiséged után, amit nagyon okos döntés volt, taxival jöttél. Taxival és taxival is megy egy. Rám hagyatkozva megint ültetek egy új tőkesort. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Miért szorongatod azt a kabátot ott mindig? Nem szorongatom, mert megyek ki mindjárt egy kicsit a friss levegőre, és vettem magamnak egy atom kabátot, kérlek szépen. Mi van? A Feri egy ilyen 40 kilós pufajka belsőben ül itt konkrétan. Nagyon fura egyébként. Vagy ha nem ül, akkor leteszi magam elé, de nagyon szorosan. Vigyázok rá, nagyon drága volt. De mitől félsz, hogy valaki elviszi? Mert vannak hátul kutyás őrök is, és érted, ha esetleg ráküldik, mert zavarja őket. Nyugodtan jöhet, így felemelem a kutyát, az olyan vastagságú karomra. Azt én is néztem, láttam. Kérdezni is akartam, hogy lehet kapni még őrbundát. Lehet kapni, és nagy méretűt, ami sátornak is jó. De figyelj, mi nem lopunk, úgyhogy nem, mi nem fogjuk elvinni a kabátot. Feltűnően szorongatod. Azért szorongatom, mert végre megvettem álmaim kabátját, nagyon fáztam, én nagyon fázós vagyok, bementem egy boltba, mondták, hogy van. Szóra pedig a fókák se fázna. Azt értem én, de képzeld el, hogy van olyan pillanat, amikor a zsír se véd annyit. Te is ezért ittem, mert meg volt a fázma tegnap. Minusz 10, minusz 20 és minusz 30 fokig, így árulják a kabátot, mondta, hogy minusz 30. Nagyon jó, van. Ebben nem megy bele, jó. Már. De hát látod, hogy, 30, látod, jó. Hogy ez egy olyan, hogy csak az állatszőrét, olyan, mint hogy kirántották volna belőle a bölényt. Egy az egyben az írha. Jó, te ne szóljál, mert te neked ehhez semmi közöd nincs, János, mert se divatban, se melegségben nem vágysz ilyen minőségre, te nem vagy fázós. Meg nem tudnánk kihasználni egy ekkora méretet, ebben hárma kellene inkább. Hagyjál már ezzel a mínusz, hol van neked szükséged arra, hogy mínusz 30 fokot kibírjál? Ez egy duma. Egy új jégkorszaktól fél? Jöhet még, mert meg fogtuk lepődni, például a kokáért, ha disznóölésbe mész, igen? Hajnalban ott még azért a 20-ak megkóstolhatnak, és onnan már csak egy ugrás a 30. Na mondjuk ennyire. Ez igaz. Mondjuk ez én érdeklődésemet is biztos, hogy felkeltett volna. Ha valahol ki van írva, hogy mínusz 30 százalékén biztos, hogy benne. De nem, János, a Celsius. Nem, ezt vadonul maga nem tudja kifizetni, és mínusz 30 fok. Na, ennyi. És mi van abban az esetben, ha egy ilyen elalvásos sztori megint rám tör valahol? Ja, ha megalszol, hogy sok terén kicsit. Ebben nyugodtan el vagy. Mikor szoktunk terméket teszteni? Csütörtökön? Vagy szerdán szoktuk? Szerdán? Az ugye nem egy állandó rovat, csak amikor beesik valami. Szerdán szoktunk teszteni? Szerdán szoktunk. Most mit akarsz vele tesztelni? Hogy mesztelenül befekszel bele és kimész az utcára? Vagy... Egyébként nem rossz ötlet. Küldjük már valami hűtőházba, tegyük már be valami hűtőszekrény. Itt van egy hűtőszekrény, a büfének van egy mély hűtőládája, fektessük már be a Ferit. Nem fekszem mély hűtőládába, mert úgy állok, vagy úgy fog járni, mint az amerikai nő, akiről beszéltünk. Beszéljük már le a büfébe, hogy pakolják ki a spenótot, meg a mirelit kukoricát, fektessük már be egy hűtőládába. Kap egy sapkát, fölveszi a jacket, ha mínusz 30 és itt arcoskodhatsz kabátodat, dobjuk már be ide a hűtőládába. Nem fekszem be egy hűtőládába. Miért ne feküdnél be egy hűtőládába, Feri? Mindent a műsorért. Bezár. Az egy bezártságérzés. Figyelj, csak jelzem egyébként, hogy annak idején engem feladtatok a postán. De az nem én voltam, ugye? Az egy papírdoboz volt, és ketten benne voltatok. Én is benne voltam. Egy papírdobozra ki tud rúgni az oldalát. A hűtőládán, ha rám csak tan az ára, és ott fagyok meg. Van ekkora hűtőládájuk, Lac? Vagy itt nincs ekkora hűtőláda, nem? Ha nincs nekik hűtőládájuk, jelentkezzen már egy hentes bolt. Ott vannak ilyen nagyobbak, nem? Vagy egy hűtőkamrák? Nagyváradon valahol. Tegyük már be egy hűtőkamrába. Nézzük már meg, hogy mit van. Sapka? Odaadom a kabátot, mennyi érte? Minek? Sapka ehhez, ember? Hát kapucnia van. Nézd már meg. Dobjuk már, tegyük már meg. Már jó. Írjon nekünk olyan, aki... A Dzsákulac is egy kicsit, mint a Rokit. Írjon már nekünk olyan, aki 10 kilométer vagy 5 kilométerre van tőlünk, és van náluk hűtőház. Rakjuk be a Ferit hűtőházba. Mennyi bezárjuk 20 percre, és nem nyitjuk ki. Ha nem kamu a kabátod, akkor gyorsan le is tudjuk tesztelni. Hány na, most tök jó jött. Mennyi van egy hűtőkamrán? Én nem tudom, nem hát váltam még be. 20? Annyi szerintem van. Simán annyi van. Szerintem van, de nincs nehogy, nehogy bevidd oda a koszt, úgyhogy mindenképpen húzd le a cipőd előtte, Feri. Jó, beteszünk egy hűtő. Ha van a büfébe, befekszel itt. Ha nincs, akkor gyorsan keresünk itt egy hentest, és kilökünk egy hűtőkamrába, jó? 20 perc hűtőkamra teszt. Hát most ha behoztad, nem voltunk már erre rákészült, akkor megcsináljuk. Ebben járok. Vagy ebben jársz, kabát. Igen. Hát nem azért hoztam be, hogy te nézegesd,
hanem hogy fázom, fölveszem. Na, egy picit nem büszke fázom. Is vagy rá, mert kin is hagyhattad volna, és állandóan itt van. Én is azt láttam, hogy kicsit most vagizol ezzel a kabáttal. Nem vagizom, hát menő, nem menő, 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 kemény vagy. Ki a cég új alaca? Ismerős? Mennyi diszkántot sikerült. De rajta voltam, de nem sikerült. Majd most viszont visszaigényelem. Ha átmegy a teszten, akkor visszamegyek vele, hogy nagy gyerekek most jó, lehet vakit. Egy spontán termékteszt. Vagy a hűtőbe egy hűtőkamra, mármint a büfében, aha, vagy 10 kilométeres körzetben egy hentesnél egy hűtőkamra. Írjanak olyan hallgatók, akik hallgatnak, és be tud menni a Feri 20 percre. Jó, és nem szegünk meg ezzel semmilyen, nem tudom, ANTSZ-es előírás. És van belül is kilincs. És van belül is kilincs, igen. Akinek van otthon esetleg egy kád folyékony nitrogénje, az is írja. Befektetjük abba. Igen. Szóval hol a Feri? Átsétált ide a henteshez, egy közeli henteshez, hogy egy picit elhelyezkedjen a hűtőházukban. Feri, hello! Ja, hát marha vittesek vagyunk, Mr. Iceman. Egyrészt maga a mennyország, ahol vagyok, de ez csak a külső térre igaz. Vinnék nektek élelmiszer, tehát sajnos nem tudok, majd itt a Lacival megesszük, mert akik ilyen rohadmányok, mint ti ketten. Gyerekek, tudjátok mennyi van a hűtőkamrában? De már be is álltál? Már benne is vagy? Nem álltam, de itt állok hülye, itt állok előtte, de mínusz 24-en. Na, nagyon jó helyen vagy, Feri. Hát akkor majdnem elmész addig a határig, amit ígérnek a kabátoddal kapcsolatba. Figyelj, fogd fel egy ilyen spontán terméktesznek, erre nem voltunk berendezkedve, akkor most már nézzük meg. Itt van mellettem Solti Zsolt, aki egyébként a hűtőkamra, hát gyakorlatilag atya úristen és ismerője, mit teszünk mi ebbe, amikor hűtünk? Hát van benne mindenféle finomság, rántott cuccok, előkészített hústermékek, fagyasztott termékeket, őzed, bárány, ilyesmit árul. Bárány is van, hallod? Aha. De ez ilyen állókamra, Feri? Tehát rendes be tudsz menni, vagy be kell feküdnöd ilyen nagy hűtőládába? Jó, persze, rúgjunk még a halottban, rúgjunk még a kérdőt. Most eltűntél kicsit. Még a szerencsétlent, aki felmeri vállalni, hogy fázik, minusz 30 fokos kamádban, rendes nagyméretű, a Jánosék kis szobájához tudnám hasonlítani, bár azt még sose láttam. Aha. És egyébként tisztelettel, becsülettel fogadtak, volt valamiféle ilyen kis fogadóküldöttség, mint Hawaiian virágfüzérrel, csak itt mondjuk egy, hogy hívják, hurkakarikával a nyakad. Feri, most kicsit eltűntél, miben beszélsz? Vagy mit csinálsz? Mit teszel? Telefonba beszélek, csak na most jó. A kamátom, hogy nem viszi át a hangot, vagy nem tudom. Ja. Na figyelj, nyissátok ki a hűtőkamrát, menj be, vigyél magaddal telefont, és zárják rád a kamrát. Szerinted ez egészen jó ötletnek hangzik, hogy rám zárjuk a hűtőkamrát? Azt hadd kérdezz meg Zsolt közben, hogy ez nyitható belülről? Persze. Hol? Mi az, hogy persze? Neked persze? De hát rázárjátok, itt áll a leszórakozz. Jézusom, na most viszont izgulok, hogy itt van-e térerő. Hallotok még? Még igen, még nagyon jó vagy. Na, akkor mondanám, hogy mi van. A fogyasztott áru minden mennyiségben, és velem szemben fejmagasságban van egy beömlő nyílás, ahol te azt nem tudod elképzelni, hogy mi jön be. Nem tudod elképzelni, jeges mindenütt a dolog. Gyerekek, rohadt hideg van. No, csukjátok be az ajtót. Be van csukva az ajtó? Mi az, hogy csukjátok? Már rám csukta a Lati. Nicht pánik, langsam bitte, der medve. Feri, az a lényeg, hogyha lógnak melletted ilyen nagy húsok, ne csontozzák ki egyet, amíg bent vagy, jó? Így van. Meg, nyugodj meg, hogy mindig marad annyi alkohol a szervezetedben, hogy azért téged egy-két napig az még fűt, úgyhogy megfagyni nem fogsz. A hajszál erejében mindig van egy kis lerakódás. Ki szenvedett ma reggel fél hétkor a másnaptól? Én nagyon. Na, köszönöm szépen, én viszont nem ittam. Gyerekek, nem lehetne, hogy adjuk a francba az egészet, én kimennék. Mi van, levetted a nadrágot? Mesztelen vagy? Csak a kabáttal így beburkoltad magad, vagy van rajta a nadrág? Így van, és a pölöm hozzáfagyott a izé. Igen, erre nagyon figyelj, picit Feri, a jobb kezeden nyúj alá, és emeld meg, nehogy az előbőröd oda ragadjon. Jó, köszönöm a jó tanácsot, majd nagyon vigyázok. Figyelj, jó? Az a lényeg, hogy ne kezdje húsokat nyalogatni, mint Dumbo, ugye a felvonulónak a korlátját, mert akkor meleg vizet kell vinnünk, jó? Tehát csak bármit megkívánsz, ne nyolj bele. Mire visszaérek, olyan kemény lesz, hogy megkarcolom a Jani homlokát vele. Jó, figyelj, 10 perc, és utána mondod, hogy mi lett a teszt, jó? 10 perc, tornázzál, fűsd a kezed, fűsd a füled, 10 percet nézek, hogy a kabát alatt érzed-e, hogy mi van. Jó? A kabát alatt meleg van, én vagyok. Most már egy meleg lassan. Na, hogy én hipotermiás vagy lassan egyébként, aha, már össze-vissza beszélsz. Jó. Na, de akkor csak óvatosan tényleg. Igyekszem. Mínusz 24 a belső hőmérő. Mínusz 24.
hú. Rohadjak meg. Jó, nyomjál négy üteműt, Feri, kicsit tornázzál, nehogy aztán... Okére kell, tudod? Tehát, hogy állva oké a dolog, és ami a, de hogy úgy meg nem lehet négy ütemű fekvőtámaszt nyomni. Ahol hideg, azt már tudom mondani, a lábszáramot már nem érzem, illetve a cipőm, odafagyott a izé. Tart ki, én nézem már csak 9,5, jó, Feri? Nem áll! Na! Feri, semmi gond, cső. 35-kor jövünk, nem ér kijönni. Szórjál ki egy kis Mirelit borsot, hogy tudják korcsolyázni. Majd viszek, azt eldugom neked az orrodba, vagy valahova. Szia, Feri! Szia! Szevasz! Viszlát! Ha-ho! Hallottad, hogy a nagyveretéren találtak egy tök jó állapotban lévő mamut bébit? Igen. Szerinted levágta már a balcombját és elkezdte megenni? Vagy kihasította már a, mit tudom, a lépét, vagy a saját máját, és elkezdte befalni? És simán el tudom kérdezni, hogy ott, ahogy hívják, ott tüzet rakott, és már ott nyásra húzott egy fél disznót. Mondjuk a Ferinek minden pillanat alkalom a disznóvágásra, hogy legyen szó, akkor is a Liszt Ferenc tér közepén van, tehát hogy ő bárhol nyásra húz egy fél disznót, ha arról van szó. Úgyhogy most már azért van egy 20 perc. Igen, de ahogy egyik edős hallgatón kírja, sajnos név nélkül, hogy Feri gyerek kabátja mínusz 30 fokig, oké, de mi van a nadrágjával? Tehát, hogy azért szerintem ez egy jogos felvetés ebből az esetben. Hát egyébként lehet, hogy igazad van, igen, lehet, hogy tüzet gyújtott benn, és ott ül, mint a kis manó, körbeül a tüzet. Szakad a víz, de egyébként meg a lába és az arca már romában fagyva. Igen, itt a Feri! Ja, most hívjuk. És a füléhez van fagyva az iPhone 4-eset. Igen, a nyelve pedig egy ilyen kiló karajhoz oda rögzülve. Feri, hello, jó reggel. Feri, fasz a gyerek, nem fázik! Feri, fasz a gyerek, nem fázik! Figyelj, te lassan 20... Milyen hurkák? 20 perce benn vagy egy mínusz 23 fokos hűtőkamrában. A kutyapályát. Következő a helyzet. A szemüvegemről jégcsapok lógnak, az orromat nem érzem, mert az pont szembe kapja a mínusz 20, nem tudom, 5 fokot vagy 4 fokot, ami jön. A lábamat nem érzem, de a kabát tart, igen, mínusz 30, úgyhogy a teszt a lelke mindennek rovadban, azt mondhatjuk, hogy működik. Látszik a leheleted? Tehát egy... De mi az, te szórakozol velem, ember? Tehát ide küldesz hivatni, és megkérdezed, hogy látszik-e a leheleted? Hát szerinted mi látszana, ha nem a lehelet? Figyelj, hát, én odaadom a tartalék kesztyümet, mert nekem már úgyis izzadt a kezem. Meg hát Roma, tudtam, meg. Hogy ez hegyvidék, úgyhogy nálam mindvégig két kesztyű volt, úgyhogy szívesen adok tartalék kesztyűt. Tényleg aranygyerek vagy, hogy ezt most mondod, mert a telefont a fülhöz tartani az még jobb kesztyű nélkül. Viszont amit el tudok mondani, hogy 4 darab nagyobb méretű bélszint sikerült becsempésznem a kabát alá, azok már kiolvadtak, lesz mit tegyünk, ha visszaérek. Jó, hogy ne legyen nagyon feltűnő, legalább a hurkafüzért vedd le a nyakadból, jó, Feri? Azt ajándékba kaptuk, ne ilyet. Tényleg, legalább azt ne lopd el. De azt muszáj vinnem, a ajándékba kaptuk, ahogy János mondta, mintha a havai érkezőknek, ott virágít hurkafüzér, ez egy rendes hentes. De jó fejek, köszönjük szépen. Nagyon, tényleg én is örülök neki, hogy felajánlották a mínusz 25-ös hűtőkamrát. Meddig akarjuk ezt csinálni, mert ez már nem vicces, jó, hogy nem mondani. Jó, gondoltuk még, hogy a best of után még egyszer visszakapcsolunk, de egy gyereki akkor. Mennyire aljasak vagytok. Gyereki akkor nyugodtan. Hallgattalak benneteket, még mert Zsül volt olyan rendes, nem vette ki az adást a telefonból, vagy a fordítva, nem tudom, hogy azért majd beszélgetünk, ha visszaérek. Egyébként a márka kertől már telefonáltak, hogy bírasz többet is, úgy, hogy maradhatnál. Tehát ha még délutánokig vagyok, akkor vihetek neked is egyet, ugye? Csak ezért gondolod. Jó van, a gyereki nyugodtan. Na. Jó? Na, jó. Hős jó, vagy, tényleg. Hát kijönnék. Laci! Laci! Lacikám! Laci, engedjetek már ki! Ez már egyáltalán nem vicces, igen, engedjetek ki! Ja, Laci, simere. Belül tényleg nincs kilincs. Az a durva, hogy várj, akkor viszont följük a Lacit, mert Laci valószínűleg elment dohányozni, ne haragudj. Ne szórakozz már. De. Anna, hívd fel a Lacit, hogy engedjek ki a Ferit, mert Feri kicsit beszorult oda. Ne és most már nem annyira önszántából. Nincs kilincs. Kopogjál, Laci, dörömbölj. Azt csinálom, nem kiment valahova. Várjál, dörömbölj. Hát csörögjetek már rá a Lacira, és akkor adjátok be adásba. A Lacit? Hát persze, hát legalább tudjam, hogy hol van. Jó, add be a Lacit adásba gyorsan, hogy menjen vissza, mert a fej... Várjál, hívjuk a Lacit, maradj benn, mindjárt följük a Lacit, hogy hol van. Vagy Budin van. Nem annyira vicces. Ne, kiment dohányozni a Corvin közben, Feri, mindjárt oda. Neked marha vicces ott a stúdióban, de ez egy 4 négyzetméteres hely. Itt vagy, Laci? Halló, sziasztok. Hova? Engedd ki a Ferit, mert beszorul. Ne szórakozzál már, Laci, hallasz? De tényleg ki engedjem, olyan jó. Laci! Ez egy állat! De te hova mentél, Laci? Te lementél dohányozni? De itt vendégül látnak, vannak sült kolbászok, tarja, minden.
savanyúságot is kaptam, úgyhogy... Figyelj, ha jó arc vagy, Laci, még 10 percig elmész kajálni, komolyan. Ez szórakozó, ilyen tisztet, Laci! Figyelj, Laci, hogyha most elindulsz, mire visszaérsz, kihűl a kolbász, ne kockáztass. Cső, Feri! Bocs! Laci! Akkor szia! Engedj már ki! Holnap is lesz nap. Holnap hívunk, Feri! Laci, nekem holnap kitelepülésem van, meg fog fázni! Ja, Laci! Laci, ne legyél puha! Ugyatok már neki, tényleg. Én tartom magam. De figyelj, te ott állsz az ajtó másik oldalán, és hallod, ahogy dörömből? Elég jól hangszigetel, de azért hallom, hogy zseniális! Laci, hogyha nagyon zavar, akkor menj távolabb nyugodtan. Figyelj, ha nagyon dörömből, hangosítsátok föl a zenét, Laci! Jó? Laci, ha kimegyek, megöllek. Kicsinállak. Laci! Hallod, ilyen perverde röhög? Imádja. Jó van, jó mulatás, Laci, nehogy kienged. Cső, cső! Laci! Uven bácsi és Beunél. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Uven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Hello. Zsanett! Zani, maradjunk ennél, ha kérhetem, köszi! Ez rólatok szól ez a rovat. Itti azt kértek, amit akartok. Ha hogy nekem te azt mondod, hogy Zsani, akkor Zsani. Zsani. Így van. Ha Lacit kérsz, akkor Laci. Az is. Amit akarsz. Nem kérünk Lacit. Amit akartok. Még valamit esetleg? Nem, köszönjük szépen, nyerni szeretnénk ezen kívül más kérdést. Egy forró kávét, egy latte macchiatót, összeütődő. Meg volt? Hát, meg vagyunk. Vagy elmenjek hozzátok, megmasszírozom a csúkjátokat? Jól hangzik, ha jó? Igen. Jani, jönne masszírozni. Jöhet, azt mondják. Ó, ki a többi nő? Henny van itt velem, Hajni és Peta. Na, ti is hárman, mi is hárman, nem? Hát gyerekek, régen... Én vagyok a negyedik. Régen erre még lecsaptunk volna. Ja, igen. Mit csináltok, mivel foglalkoztok? Utómunkázunk, autóalkatrész. Azt a mindenségét neki. Na jó, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, figyeljetek. Rendben. Mintha egészen élő lenne ez az effekt, vagy legalábbis élőszerű. Alszanak, ugye? Alszanak? Kávés porra. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Így van! Zoltán Erikától a legendás túljócsajok, bocs. Kávén, ennyit jelent. Retro rovat kezdésének jó is lesz. Bizonyám, lesz majd retro rovat, ha visszajöttem, mert most nem vagyok itt. Tényleg, te sem vagy itt. Zsani, küldjük az ajándékcsomagot, jó? Van plusz ajándék, hallgassátok meg azt is. Rendben, köszönjük. Hello, bello. Hello, sziasztok. Sziasztok. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Egy internetes cikkben megszavaztatták az emberekkel a szex bakancslistát. Mi az, ami kimaradt még az életedből ezen a területen? Igen, ugye a bakancslista az pontosan erről szól, amit te is mondasz, hogy ez volt egy film Morgan Freeman és Jack Nicholsonnal. Maga az ötlet jó, a megvalósítás már szörnyű volt, hogy ez a film elkészült. Tényleg, szörnyű volt. De a film jó. Hát a sok cégé miatt volt szerintem. Tessék? Sok igen, trükk miatt. Pontosan, tehát, hogy sehol nem voltak, csak egy stúdióban valójában, és ez egy picit gyengévé tette. Forgatták a Taj Mahalnál, forgatták a Himalája tette, ilyen rengeteg helyre mentek, ugye arról szól, hogy két idős ember a kórházban találkozik, mind a ketten gyógyíthatatlan betegek, és összeírják, hogy ha kijutnak a kórházból, két milliómos öreg emberről van szó, vagy idős emberről, vagy az egyik milliómos a másiknak ezt fizeti, akkor... mit akarnak még megvalósítani a haláluk előtt. Én a film nagyon szép. Meg a két színész hatalmas, hogy játszik benne. Zseniálisak benne, igen. És ugye ez a bakancs lista, amikor te fölírogatod magadnak. És kitöltették az emberekkel, hogy mit akarnak még megvalósítani a szexben, az együttlétben, hogy mi az, ami még hiányzik. És akkor itt jött, hogy különböző helyszínek, de hát ezek ilyen szinte kicsit közhelyesek, hogy repülő, nyilvános, ilyen zuhany alatt autóban, falhoz döntve.
falhoz döntve. Falhoz, sátorban. Tehát annál szebb szörnyűbb nincs. Mi a sátor? Nagyon jó. Hát az, meg az még de kinek nem volt meg. Nekem. Nem csináltad még sátorban. Bocsánat, szállodában lakom. Hát. Ja, de régen. Jó, voltál 20 éves, vagy már akkor sem? Nem. Nem bírtad a sátrat. Nem, én nem szeretem. Nem. Én eleve utálok sátrazni. Uh-huh. Nem szeretek sátrazni. Jaj, de volt szeretem a tisztatót. Részt vettem. Madárfügy, beszól a ponyván keresztül. És a kirándulók. Igen. Ilyen kajaktúrán voltunk, és sátraztunk. Mentél, állítottad a sátrat, nem tudtad. Nem. Ezt nem szerettették meg velem, ezt a sátrazást. Valahogy nem. De mind a ketten gondolom, hogy imádtam. Hatalmas, sátras szexpartikon vagytok. Mondod. Így, ahogy mondod. Később azt hitték, hogy ahol a sátrunk állt, ott bomba töltsi. Az, igen, ezt én nem tudom képzelni. Nem kellett a karót beszúrni te a sátorba. Hát. Precíz mozdulataiddal megágyasztál, kivasaltad a hálózsákodat, átvasaltad a sátorvitorlát, beállítottad az elemlámpát. Kivasaltam a polifómot. Kivasaltad a polifómodat, rendben letetted a kis cipőcskéidet, a bakacsodat, megpucolva az ajtó elé, és utána olyat szexeltél a tisztatónál, hogy pont ezt, így történt. Ezt el tudom képzelni. Most valakinek kell fátyolossá vált a tekintet az országban. Most elmorzsolt egy könycsepet, és a régi sátraknál az volt a cikke, hogy az még olyan volt a ponyvája, a sima ponyva, hogyha valahol hozzáértél, akkor ott beázott. Bizony. Megvan. És ott. Amikor fenékkel bögdeste le. Jaj, de jó volt az. Ez a sátrazás valahogy nem. De nem is ez a lényeg. Első helyen végzett az, minden mást lenyomott, a megkötözést, a tudatmódosítóval való együttlétet, a szembekötőset, mindent, az állítólagosan az internetes kutatást kitöltő 90%-a beixelte, hogy mielőtt meghalsz, szeretné kipróbálni. Hármasban. Nektek ott már a B oldalon mondom, hogy ez azt jelenti, hogy 2+1-es felállásban vagyunk, tehát van még valaki. Van még valaki rajtatok kívül. Hagyjátok, nem olyan érdekes. A házban? Mind a betörő? Nagymama az emeletem? Alvó gyerek? Na tessék, nézzük meg, hogy néz ki ennek az életbeli megvalósítása, mert ugye mindenki elképzelte már ezt, hogy milyen lehet, egyen-ketten talán ezt meg is valósították. Ismerek én is egy-két ilyen embert. De hogy mondjuk ti? Egy ló, két lovas, megmondom. Most nem így akarom, hogy akkor igen, pacsizol egyet, és azt mondod, hogy mert az ökörsütés, és akkor forgatjátok. Tehát nem konkrétan erre gondolok. Hanem mondjuk a te párod nem akarja. Te akarod, mert neked ez fenn van a bakancs listán. Anya, fordulj meg. Ha nem akarod, hát fordulj meg. Hogy csinálod? Hazamész, és beülteted a harmadikat egy fürdőkádba, adsz rá egy rózsaszín sejemsálat, és azt mondod a kedvesednek, hogy van egy kis meglepetésem a fürdőszobában. Hát mondjuk a büdös francokat fürödjön otthon, érted? Meleg víz pénzben van. Szexér jött, nem fürdeni. Bejön a te párod, és ott van a fürdőkádban szépen egy rózsaszín sejemsállal a nyakában, és nagyon zuhanyzik. Vagy beviszed a szobába, bekötöd a párod szemét, lefekteted az ágyra, és elkezded masszírozni, de közben már nem te masszírozod, hanem a harmadik masszírozza. Vagy megbeszéled előre? Hát ez szerintem csak úgy hazavinni egy ilyen meglepit, az nagyon veszélyes. Nem? Tehát, hogy ez nincs előtte fölkészítés, szerintem nincs ember, aki ennek örülne. Meg rögtön, nálunk rögtön kiszúrná annyira bőrkeményedés és a kezem, hogy honnan kéne szerezni egy súlyemelő nőt. Kimaszírozni. Igen, János, milyen manikűrösnél voltál, olyan puhák a kezeid, olyan finomak, olyan bársonyosak az új begyeid. De szerintem egyébként inkább a pasik fejébe jut sokszor maga eszébe a gondolat, hogy milyen jó lenne még egy valahogy az asszony be kéne szervezni, de hát az asszony, asszony nem akarja. Vagy kiszervezni. Vagy kiszervezni az asszonyt, és másik. De hogy nyomod le a párod torkán? Hát, nézd! Elegánsan tessék ezekkel a labdákkal élni. Elegánsan tessék ezek direkt olyan labdák, hogy nem kell nagyon leütni, csak finoman. Szóval, hogy nyomod le a párod torkán? Hogy ha ő mondjuk ezt nem akarja, de neked ott van a bakancs listádon, és nem akarod megcsalni. Elkezded ezt így finoman felvezetni? Ugye mi történik a nőknél? A nőknél azt gondolják, hogy én már nem vagyok elég, egyből megszólal az önértékelés, egyből azért, hogy minek neked harmadik, egy, akkor meguntál, akkor mit tudom én, akkor mi házas életünk már nem olyan jó, már, tehát ugye megindul az, hogy akkor ők elméleteket gyártanak. Tehát ebből sok nő végkövetkeztetéseket vonna le, pedig... Na most azért ezt tegyük föl, hogyha igen. Mondjuk az életed párja odajönne hozzád, hogy ő meg úgy szeretné, hogy két hapsival, akkor te mit szólnál hozzá? Csak hadd nézzem.
Öreg vagyok, közelít jó, a B-oldal. Megpihenek ott a sarokba. Jürgen, ő Hans. Adjatok neki. Ne, nyilván nem. Igen, ez egy érdekes dolog. Ugye? Hát akkor te is pasiként azért mit mondasz? Igen, ugye? Akkor jogos a követelés, ha azt mondja erre, hogy oké, drágám, hívjunk egy hölgyet, és akkor csináljuk meg úgy hármasba, viszont én utána kíváncsi lennék rá, hogy milyen két pasival, mondjuk lehetsz te az egyik, drágám. A másik meg mit tén kicsoda. És rajtad dolgozzom. Én nem tudod így. Így. Akkor igen, minden maradjon a régiben. Hagyjuk, jó lesz így. Hello, Jani, én vagyok a harmadik, pucsics kicsi. Most de. Megkapott púzóba. De húzd be az ajzófüggőt, még nem végeztem. Figyelj, kicsi Rigó, morzsáztak már be neked a reaktor? Nem? Hát akkor küldjük ki a Mónikát. Aztán maradjunk egy kicsit kettesben, kicsi Rigó, hogy fütyülsz? Jól fütyülsz? Húzd csak szét rajtam a habot. Na, ez itt a Loch Nessi szörnyöcsém, a legenda él. Minek ide a harmadik, úgy bemorzsázok, könyvbe lábad a szemed, kicsi. Jó, oké. Na, na de mégis, tehát, hogy tényleg, ne, kevésszer foglalkozunk mi a szexel ebben a műsorban, nem lehet mondani, hogy szexisták vagyunk, nem lehet mondani, hogy sok az ilyen típusú téma, nem akarunk ebből egy mindennapos dolgot csinálni, de ha már megcsinálunk egy ilyen témát, akkor írjanak azok, akiknek ez sikerült, jó? Hogy ez mégis hogy működik? Hogy működött? Most nem arra gondolok, hogy 20 éves vagy egy kapcsolatban, összepacsisztok, a csaj is benne van, hazamentek, a dolog megtörténik, hanem mondjuk komoly, érett, felnőtt nők, felnőtt férfiak, akik hallgatnak minket, akik monogám kapcsolatban vannak, szeretik a férjüket, szeretik a feleségüket, nem élnek kicsapongó életet. Most nem arra gondolok, hogy tényleg két tínédzser ezt megcsinálja, kipróbálja, hanem hogy amikor egy érett nő, egy érett férfi, egy érett kapcsolatban egyszer csak azt gondolja, hogy akkor most itt az idő arra, hogy tehát a komolyabb végét akarom ennek megfogni. Nem hát azt, hogy most életüket fel akarják frissíteni. Igen, szerintem egyébként ez igen. A jó kiindulási alap. Tehát amikor azt érzik, biztos, hogy így kell frissítened, hogy egy harmadikat kell szerezned? Hát, szóval, hogy én azért ebben nem hiszek. Azért hosszú távon az ember gyakorlatilag mindent kipróbál, mindent megcsinál, ami az ő habitusukba hát, belefér. Tudod, hogy erre mit mondok, kivéve a vérfertőzés és a népi táncol. Hát ez egyik is benne. Ez a kettő. Én még a népi tánc. Ez hitvallás, hogy mindent ki kell próbálni, ezt a kettőt nem. Na de hogy az már nem egy végstádium? Tehát amikor te már azt gondolod, hogy neked egy harmadikra van szükséged, és nem vagy elég kreatív, vagy már annyira elhalt a dolog, hogy te ezt már csak egy harmadikkal tudod felfrissíteni. Tudod, miért gondolom akkor azt, azért hogy az nem, már lehet, hogy nagy baj. Hogy nem végstádium, mert igazából ennek a dolognak, ennek a fajta nyitottságnak az oka, hogy szeretnéd a kapcsolatodat továbbra is fenntartani. Na de úgy, hogy jöjjön egy harmadik, te ezt úgy tartod fel. Most nem arról beszélek, hogy mi van, ha kiderül, hogy a másikkal jobb, mert az önértékelés. Hát ha erre gondolsz, bele sem menj. Hanem, hogy az már nem egy olyan, hogy már neked annyira nincs ingered, már annyira magas az inger küszöböd, hogy rajtad már csak az segít, hogy jön egy harmadik. Szerintem, akik ilyet kipróbáltak már, vagy ilyen gondolkodnak, azok alapvetően nem azért teszik, mert kiábrándultak már a párjukból, vagy mert akkor elmennének és akkor megcsalnák valahol. Okay. De mondjuk neked kell egy harmadik nő. Hogy hármasban csinálnák, pont azt jelzi, hogy ők igénylik továbbra is a párjuknak a jelenlétét. Hát, várjál, ez egy nagy kamu. Elmondom, hogy miért nagy kamu, mert ez a igényeljük a párunk jelenlétét, ez tulajdonképpen azért nem szól másról, mint hogy legitimizáljuk azt, hogy én egy másik nővel lehessek. Nem akarom megcsalni, de azért anyu ott van, de közben azért én végre kiélhetem azon vágyamat, hogy tudok egy másik nővel lenni. Tehát odáig nem megyek, hogy megcsaljam, de törvényes keretek között azért én egy másik nővel akarok lenni. És akkor én ezt jól csinálom, törvényesen csinálom, nem csalom meg, hiszen látja. De te akkor már egy másik nőt kívánsz, nem? Egy másik nővel akarod kipróbálni, hogy milyen a szex, de azt mondod, hogy hát semmi rosszat nem csinálok, hiszen a párom is ott van, és ő is végignézi. De most itt azért két dologról beszélgetünk, hogy egyszer kíváncsiságból ki akarod próbálni a hármast, és beemelsz valakit, akit aztán soha többet nem láttok. A verzió, meg a B, amiről ti beszéltek már, hogy akkor ő többször is, meg legyen ott, meg... Érted? Tehát, hogy a két külön dologról van szó. Mert amit te mondasz most, az teljesen megállja a helyét, hogy legálisan behívok valaki harmadikat, mert anyuval már nem olyan jó. De hogyha egyébként van egy kíváncsiság a hármas iránt, és ezt meg tudjátok beszélni, hogy egyszer próbáljuk már ki. Hát ha mind a ketten meg tudjátok beszélni, és ebben a nő is benne van, akkor persze. De általában az a tapasztalat ezzel kapcsolatosan, hogy nem nagyon szokott jó vége lenni a dolognak. Tehát, hogy úgy jó vége lesz, de utána később lelkileg valakit megvisel ez a történet, és általában a anyut.
azt mondják a szakértők. Tehát, hogy egy új nő érkezés ebbe a dologba, amit pont, amit te mondtál, hogy úristen, ő fiatalabb, jobban néz ki, apa többet foglalkozik vele, mint velem, azért ez egy nagyon... Ehhez nagyon nagy intelligencia kell, hogy te azt a helyzetet ott jól tud kezelni, és ne okozzál hosszú távú maradandó sérüléseket a párodnak. De ugyanígy egyébként egy férfiben is nyomot hagyhat, ha ő érzékenyebb. Tehát ehhez nagyon felkészültnek kell lenni. Na jó, ne vigyük el ennyire komolyban, nyilván ennek megvannak a lelki okai. Tehát hogy kezded a bemelegítést? Hogy mondod? Mit mondasz? Hogy adod a tudtára, hogy te eljutottál odáig, hogy neked kell egy harmadik? Te hogy sikerül egy ilyen este? Ugye? Várjál, csak itt ennek a lélektana nem erről szól. Hogy is volt az első? Te női kézilabda csapatokat boldoggá tevő kis nem tudom micsoda. Most adogassátok hátra is. Igen, adjatok belőle nekünk is. Igen. Azt írja valaki, ezért kell négyesbe csinálni. Egyébként, igaz. Egyébként az is érdekes, hogy a kettő közül melyik menne könnyebben. Mire gondolsz? Akkor két pár jön össze, vagy amikor egy harmadik csatlakozik hozzátok. Én ezt a két pár sértem, az érdekes. Hogy van ez, hogy átjön egy pár, kiteszel ropit? Kiteszel egy kis mandulát? Isztok valamit? Kicsit ott üldögélnek, kicsit ott beszélgettek, valaki belenyal a pisztáciába. Majd egyszer csak, de tényleg egyszer csak azt látod, hogy mit tudom, a szomszéd átjön, és akkor ott matat a feleségével. Nem akarsz elmaradni, te is rámatadsz az asszonyra picit, ugye? Mégis közben valaki pisztáciáért nyúl. Arra nézel, ő már nagyon, nagyon matat a pisztáciásban, és akkor egyszer csak ott csapatjátok tök mesztelenül, és a szomszéd ott döngeti. Igen, az asszonyt a pisztáciáján az osztrigához nyúl. Érted? És te azt hiszed, és húzzál bele, mert Józsik nagyon elhúztak. Majd egyszer csak Józsi megkopogtatja háladat, hogy tesó, hát akkor csere! Érted? És akkor mögé kerül. Vagy ez ilyen finoman iszogattok, fél homá, és akkor persze nyilván direkt adom a hülyét, tehát hogy nem így csinálnám, hogy pisztáciára markolnék. És most Józsinak a csajokkal, oké? Okay? Mint a Paraszt bácsi a szexbuliba, tudod, valami nagy baj van, mert olyan harmacon. De például ismerőssel, vagy ismeretlennel? Csak ismeretlennel. Ismeretlennel? Hát figyelj, miért? Az a baj, hogy az humorforrás az ismerős. Tehát, én is azt gondolom, tehát álltok ketten egy nem kis lehet komolyan. Hát, de szűrt lámpafénynél. Tessék? Csak könnyebb elmesélni neki, hogy figyeljetek, Laci, gyertek át az asszonyjal, mert úgy döntöttük, hogy... De mi van, akkor úgy hívott át őket, hogy ők nem tudják? Kim van a pisztácia, kim van a sósperec, és egyszer te csak nagyon belevágsz. És de, hát, ha előtte hallgatták a műsort, akkor már elkezdenek gyanakodni, ha meglátják, azt mondom, pisztácia, sós perec, rosszat sejtek. Igen, csokis tallér. Mire utaltok? Csak ártatlanul kiraksz egy kis csokis perec. Aha. Szóval ti is így nyomjátok, értjük az utalásokat. Csokis kréke. Mi lesz itt? Mi van? Mi ketten se szeretkezünk, nem vagy hárman, így az olyan. Szaltad bajmat. Nekem is volt ilyen, mert részem a párommal egy helyen dolgoztunk mind a mai napig, egyik kolléganommal összejöttünk, én lelkileg összetörtem, és azóta is mind a hárman együtt dolgozunk, és már a kapcsolatunk se olyan, mint előtte, ennek 7 éve, mi 12 éve vagyunk együtt. Rádióban nem szeretnék erről beszélni, írja Zsani. Sajnos nekem volt ilyen tapasztalatom, de rosszul sült el, 3 éves kapcsolatom ment rá, amiben én szerelmes voltam, a párom hozott egy másik nőt, váratlanul senkinek nem kívánom ezt a megaláztatást. Én voltam annó akkoriban a párommal Swinger klubban, ahol a legnagyobb sztár a Garami volt. Én 10 éve vagyok a párommal, 3 gyermekünk van, és most beszélgetünk, hogy bevonunk egy hölgyet, és kipróbáljuk, és én csak a feleségemhez nyúlhatok, de mozizni szabad, írja egy hallgató. Na ez nagyon fontos, hogy meg kell beszélni, mert ahogy az előbbi SMS is írja, ott, ahol mondjuk így váratlanul állított be a párja egy másik nővel, igen, ott az én nem csinálok intelligensen. Az is érdekes, hogy anyu erőlteti, hogy egy lányt vegyünk be, hogy benne meg. Nem az érdekes szót használnám. Hanem izgalmas? Hát, miért követendő példa? De egyébként... Hát ha már valaki erőlteti, nem? Akkor ő erőltesse. Jó, hát a férfi szerintem kevésbé viseli azért az meg, hogy anyu egy másik nővel. Igen, a férfit minden... az viseli meg, a férfi hűségát, önérzetét, hogy anyu egy másik pasival. Hát, tehát ennek ez a dinamikája. Ilyeskodik. Sokan nem bánnák, hogyha ott ennyire erőszakos lenne a feleség. Igen. Sajnos én erőltettem a páromnak, hogy hívjuk meg egy pasit. Izgatott a gondolat, hogy őt látom egy másik férfival. Évekig tartott, mire rábeszéltem, rettenetesen rosszul sült el a dolog. Rólam teljesen megfeledkezve, ők ketten
engem kihagyva, nagyon jól érezték magukat, mindez 16 év házasság után, vele olyan dolgokat megcsináltam, amit velem nem. Kibújt a szög az ágból. Nagyon rossz volt azóta, lelkibeteg vagyok, bennem valami megváltozott. Mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ne tegye. Azért egy nő azt kívánja, hogy a férje legyen együtt egy másik férfival. Nem kívánta. Hozta a nő a másik pasit, hogy próbálja ki hárman, azért az nem volt ott a szerződés alján. Úgy szól az SMS, hogy én voltam rá kíváncsi, hogy milyen a férjem egy másik pasival. Nem, milyen a feleségem egy másik pasival. Nem, ezt a nő írta. Ezt egy nő írta? A nő írta azt, hogy arra gerjedtem, hogy a férjem egy másik pasival van. Aztán kiderült a férjéről, hogy nagyon is élvezi, igen, ezt a dolgot, és nem annyira a feleségem miatt szolgálja ki a másik pasit, hanem azért, mert neki ez marhára bejön. Ezt egy nő írta, hogy a férjemet egy másik emberrel, pasival akarom látni. Uh-huh. Erre gerjedtem. Hát, az is furcsa. Ez egy úgymond dupla fenekű eset. Én erőltettem, hogy a páromnak hívjunk még egy pasit. Igen. Igen. Olvasd tovább. A pasinak még egy pasit. Igen. Így van. Igen. Izgatott a gondolat, hogy őt látom egy másik férfiról. Évekig tartott, mire rábeszélt, de hát várjál, ezt most értettem meg. Ez erősebb szól egy picit. Ez egy picit erős. Tehát ő erőltette, hogy a pasinak egy pasit. Igen. Igen. Majd a pasi kijött egyébként, hogy ő finoman biszexuális, és a feleség előtt megvilágosodva. Aha. Hogy neki ez igen, így jó. Hogy nem igen, is annyira bi. Uh-huh. Már. Mert hogy ráézett a másik gyümölcs ízére. Én egy sima szimpla SMS-nek gondoltam, hogy a pasi erőltette, hogy jöjjön egy másik pasi. Nem. Azért 1100 Balázsa után azért hihetetlen, hogy még mindig mennyire konzervatív vagyok, nem? Hogy mindig a jobb oldalát végem. Hihetetlen, hogy milyen földhöz ragadt. Hihetetlen. Lelki. Na jó, mindegy. Annak fölül ilyes megkérdezzük majd, hogy ha nem veszed föl, mert ugye itt, hogy ne hívjuk, akkor írj egy SMS-t, légy szíves, aki ezt írta. Na majd hányan fognak, hogy igen, Szecsődi Karcsi vagyok, nő vagyok, férfi vagyok, ott a telefonszám. Ja, megnézzük, ha 113-ra végződik, akkor azt elhiszi. Miért agyalsz te ilyen dolgokon? Tehát olyan fura nekem ez az egész. Jó, nyilván Béka is vett már nekem. Mert veled akarok élni. Cica fiú. Hívtak már neked pasit? Nem, Béka vett már neki egyszer homárt. Bemorzsáztak a reaktorba, Feri? Nagyon fincsi. Próbáljátok ki. Volt lefelé fordított, van Diás Karika, vagy mit? A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Éjszaka olyan gondolatok jönnek, hogy az valami elképesztő. Na mi volt? Gondolkoztam. Ma mivel kápráztatod el saját magadat, illetve hát tegnapról már a vírusban. Mindig önmagam hatása alatt vagyok, tehát hogy jön egy jó gondolat, akkor csak megdicsérem magam, de már utat csinálok a következőnek, úgyhogy nem. Gondolkoztam, és azon gondolkoztam, nálunk hajnalban mindig halaszt ilyen madárfüttyöt. Ez ilyen kis, tudod, de ilyenek font. Hát ez önmagában, hogy ezt a lakásban hallod, akkor ott megy a baj. Mondjuk nem tudom, mekkora belmagasság, mert régen voltam állatok, de épp ez hát igen lehet. Hát oda befészkel egy fecske család, simán. Nem, és azon gondolkoztam, hogyha mondjuk egy Rigó. Igen. Vagy a hang alapján mondjuk nem de nem tudod, ez a hajnal, ez a pitymalatos csipogás. A pitymalatos hát tudod, az a pitymalat rigó. Hát hogy ne tudnám, hát nálunk is van pitymalat, csak más, mint nálatok egy vidéken. Igen, az a pitymalatos kis rigó csiripelés. És ha egy rigó, vagy egy gólya átlépi a határt, és repül, ezen gondolkoztam éjszaka, akkor ők ott vajon más nyelvet beszélnek? Tehát egy spanyol rigó, meg egy magyar rigó, az ugyanazt a nyelvet beszél? Mert szerintem, egyébként szent meggyőződésem, hogy nem is. Tegnap éjszaka ezen kattogtam, hogy szerintem egy gólya, vagy egy rigó nem beszéli ugyanazt a nyelvet. De hogy nem volt ismerős a hang, amit hallottál, és azt gondoltad, hogy ott egy valahol ott tanyázik a közepekbe egy eltévedt katalán rigó? A dialektus nem tetszett, ahogy beszélt. Hogy a madaraknál van-e ilyen? Hát, hogy átrepül a határ, tehát egy ibériai félszigeten felnőtt rigó, igen, az megérti egyébként a skandináv vagy a kelet-európai rigót? Hát vagy az elég el van tévedve, ha éjszakra igen, indul el, de megérti, most, csak megfagy. Jó, mindegy, hát ott is van 20 fok, ott is élnek, csak aztán elvándorolnak, vagy nem vándorolnak. Hát vagy egy gólya. Hadd fordítson meg egy kicsit, az a gólya, amely nyáron hazánkban tartózkodik, és magyarul beszél. Igen. Magyarul kelepel. Igen. Amikor kimegy Egyiptomba, és a Nílus völgyében leszáll, akkor mit csinál? De azok biztos... Várjál, azok két nyelvet beszélnek, mert azok repülnek. Az a két nyelvű gólya. De most azt mondom, hogy csak egy spanyol, csak egy magyar rigó. Aha. Ha
megfognánk, beraktánk egy ketrecbe, átvinnénk mondjuk Spanyolországba, ja, és ott ilyen elengednék. Tehát Balázs nem a költöző madarakról beszél, mert a költöző madarak azok többé kevés, mint ugyanoda mennek, és ez egy két nyelvű. Hát megtanulták. Hanem az őshonos madarakra. Ha a görögöknél megpihen, akkor a gólya még görögül is beszél. Igen. Tehát egy őshonos... vagyunk, Feri, hogy ezt így nem beszélt le, mert miért nincsenek ilyen nagy gondolatok? Soha nem gondolkoztatok még ezen? Nem, én alszom éjszaka. Nem, ez a hol, ez a hol tölt, ez nálam nem annyira. Őshonos spanyol rigót berakok egy ketrecbe, és elengedem a hortobágyon. Vajon itt kiközösítik a társai, vagy ha ő elfütyül, akkor a spanyolul is azt jelenti, hogy társat keresek magamnak, mert magányos vagyok. Érted? Vagy más a dialektus rigó és rigó biztos, között. Biztos, hogy tök más. Én azt is el tudom kezdeni, hogy egy Spanyolországon belül például egy baszk rigó, nincsen így, tehát hogy nincsen közös pontjuk mondjuk egy katalán rigóval, mert hogyha néha esetleg... Szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés. Mert hogy nagyon büszkék a saját identitásukra. Ugye, hogy azonos madarak, azonos fajtából két különböző módon szocializálva, két különböző dialektusban. Van-e a madaraknál dialektus? Na, ez így, erre egy fél négykor kezdtem el így kicsit így ráfleselni, de ezzel ötig el voltam. De jól is tetted egyébként, hogy ezen gondolkodtál. Érted, hogy miért vagyok ma ilyen kicsit ilyen? Nem? Aha. Nem szoktatok ilyeneken gondolkodni? Mert ugye az élet egyik nagy kérdése számomra, hogy a szúnyog tudja, hogy valójában szúnyog. De például a madár és a madár megérti-e egymást? Nagyon-nagyon nehéz kérdés. Hát de mit mondtok? Hát nem egy egyszerű. Én, de egyébként én tökre magam előtt látom, hogy például, mit tudom én, ott áll egymással szembe, tök bambán, mondjuk egy ilyen, hogy hívják, mondjuk egy ilyen baszk rigó, meg egy magyar túzok, és így próbálnak egymással így valamit így, hogy hívják, az egyik ott dürrög, a másik meg, vagy hát igen. Mit akarsz te idegen? Érted? Igen, vagy hogy hívják. És akkor ott állnak, és így nem értik az egészet. De miért? Van ilyen, hogy univerzális rigónyelv, vagy univerzális madárnyelv, vagy univerzális verébnyelv ez van, tehát nem lehet egyébként, hogy egy afrikai veréb egészen máshogy beszél, mint egy európai veréb? Nem tehát, hogy van egy, mit tudom én, egy ilyen nemzetközi úgynevezett chipset. amit minden egyes madár ért. Hát vagy például Mexikóban már Rodrigo ért. Hát te, így van. Érted? Tehát egy mexikói Rodrigo és egy magyar sima mezei, nem tudom, budaörsi Rigó tud-e egymással valójában kommunikálni? Szerintem egyébként nem biztos. Uh-huh. Vagy nem értenek meg mindent. Más lehet a nyelv. Hogy mondhatja a mexikói Rigó, hogy dörzsöljük össze a kloákánkat? Szerinted? Tehát, hogy mi a készlet? Nem tudom, de például, ha egy levegőbe lő kettőt, vagy mi? Igen, tehát egy magyar rigó például szeret olvasni, és az elrepül Spanyolországba, és egy spanyol rigó megkérdezi tőle, hogy ki a kedvenc íród, akkor elmondja, hogy az enyém a Vamos Miklós. Jaj, így van, Vamos Miklós, vagy pedig így van. És a kedvenc pán pedig a Los Palmas. Te mit olvasol ott, te magyar rigó? Én Vamos Miklós. Hát te beteg vagy. Érted? És akkor a spanyol meg elmondja, hogy ő mit olvas. Na, aha. Hát most hol van ezzel a baj? Hát nem tudtok ti az élet nagy kérdésén gondolkodni. Alvásra elfecsérelni az időt, az egy pénzkidobás, időkidobás. Hát. Ez rövid az ember élete, hogy 60 évből 20-at átaludjon. Hát tessék gondolkodni. Szerintem egyébként, mivel ösztönös tehetség, vagy egy komolyabban kellene foglalkozni az ornitológiával. Vagy filozófiai magasságokba szárnyalni. Nem csak hanem úgy komolyabban. Szerintem így összehozhatnád, így tényleg ez a világrigói egyesületek mozgalmat, szerintem simán. Vagy egy olyan nyelvet kellene kialakítanod tényleg, mint amilyen amit az eszperantó például. Igen. Hogy így, amit mindenhol a világon megértenek. Csak így a madaraknak. Egy közös nyelvet. Összehozni őket? Aha. Igen. Igen. Na, van egy telefonálunk közben. Ó, hát most látom, hogy ki van itt. Az állatkert személyesen, az állatkert szóvivője, Mr. Hanga. Oh, jó reggelt! Hello! Te hallgatsz minket ilyen korán? Hát előfordul, igen. De segíts nekünk, van ebben valami egyébként? Vagy lehet, hogy mondjuk egy spanyol rigó meg egy magyar rigó nem ugyanaz beszéli? Abszolút lehet. Ugye van egy csomó olyan állatfaj, ami ugyanaz a faj, de baromi nagy területen elterjedt, és akkor általában mindig azért a helyi viszonyokhoz alkalmazkodnak, tehát kicsi különbségek vannak közöttük. Például abban is, hogy hogyan kommunikálnak, és ez a madaraknál különösen fontos, mert ugye a különböző fajok keletkezése az általában ezek miatt, a különbségek miatt, ezeknek a megnövekedése miatt szokott előfordulni, hogy például már nem is tudnak egymással a termékeny utódokat létrehozni, mondjuk a ló és a szamár esetében, ezt mindenki ismeri. De akkor a madarak, akkor, tehát hogy máshogy beszél egy spanyol madár. Igen, ahogy el se jutnak odáig, mert már az udvarlásban
hát nem tudnak igazából közös nevezőre jutni, mert ugye úgy nehéz. Milyen nyelvet beszél a közös utód? Az is kérdés, ugye? Tehát egy spanyolrigó, magyarrigó gyerek, ha esetleg összejön, akkor ott... Igen, meg hát ott a szülőknek el kell dönteni, hogy milyen identitásra nevelik egyáltalán. Ez általában a ilyen vegyes kapcsolatoknál az embereknél is probléma szokott lenni. Akkor ez nem teljesen hülye felvetés, nem. Egyébként. Mondjuk csodálkozunk. Hát igen. Kicsit engem is meglepett ez a dolog, hogy ez nem teljesen az. Hát éjszaka nagy dolgokon tud az ember gondolkodni, akkor van idő. Zoli, jó munkát nektek, köszi, hogy becsörögtél. Azt írják, még visszatérve a madarakra, hogy le kell tenniük a nyelvvizsgát a Rigó utcában. Így van. Így van. Tök illetve minden madának más a hanga. Jézus Isten. Most megint olyan, mint a szívtunk volna, nem? Tehát akkor a Rigó utcába kell vinni minden egyes a Magyarországra kerülő külföldi állatot, mit tudom, egy Francisco de Goyát. Na de látod, hogy akkor tényleg máshogy kommunikálnak? Hogy érdemes ezeken gondolkodni? Hogy nem annyira egyértelmű, hogy madár, madár, ott ül a fád, és oda raksz egy magyar rigó mellé, spanyol rigót, hát ülnek ott ketten hülyén, de ott nincs egy szinkron tolmács, akkor ott simán hülye halnak meg egymás mellett. Azért ezen érdemes gondolkodni, igen. Morning Show. A Klassz FM-en. Hármasugrás, játsszuk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Zoli, hello, jó reggelt. Szervusztok, jó reggelt. Hello, Zoli. Honnan hívtál minket? Budapestről. Budapest. Most éppen Újpesten vagyok. Újpest. A festői Újpest. Uh-huh. A festői Újpest, így van. Szép is az. Uh-huh. Hol? Merre vagy ott Újpesten? Jól ismerem a környéket. Laktam ott is. Tényleg, mindenhol gyereke. Óbudán, Újpest. Én mindenhol laktam. Hát ez a fakorvosi rendelő. Uh-huh. Ez ott az a környék. Attila, meg a Mildenberg, meg ez a rész ott... Ja, a 14-es vonalán, a Görgei Artúr. A 14-es vonalán, akkor... Mondd azt, hogy igen, előbb szabadulsz. Igen. Próbálok blöffölni, amit azt nem ismerem. Jól van, mehetünk? Mehetünk. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem barátiak. Barátiak? A tipikus péntekje. Így szól az első kérdés. Milyen Nobel-díjat kapott 2002-ben Kertész Imre? Hát, ha minden igaz, irodalmi. Így is van. A sorstalanságért. Sorstalanságért. Mehetünk? Menjünk, hát majd meglátjuk. Meglátjuk. Így szól a második kérdés. Melyik európai uralkodó halt meg számüzetésben Szent Ilona szigetén? De szép kérdés. Így van. Napóleon? Ja, de jó, vagy így van. Mondhatni első Napóleon. Első. Ugye először Elbára száműzték, akkor visszatért 100 napra, utána meg Szent Ilonára, és akkor már ott is maradt. Bizonyan. Mehetünk? Egy jó darabig, így van. Mehetünk. Itt. Próbáljuk meg, hármasikerünk. Sapkáért így szól a harmadik kérdés. Melyik ősi civilizációban játszódik az Apokalipto című Mel Gibson film? Machu Picchu. Léci, korábban meg ez. Inkák. Hol? Inka. Inka birodalom. Inkább Maja. Maja. Basszus, a Maja birodalom, Maja, így van. Maja birodalom. Hát annyi baj legyen. Bizonyám. Igen. Pedig közel jártam, nem baj. Igen. Ugye tulajdonképpen hát a különbség az annyi, hogy az Inka azért az inkább Dél-Amerika, a Maja meg ugye Közép-Amerika. Ráadásul még ugye ősi Maja nyelven is. Igen. Ráadásul, és láttam is a filmet. És szenzációs. Igen, nagyon jó film. Bummozzunk egyet, hát az Oli, jó? Bummozzunk. Na, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Bum! Hát mondjuk... Nem lehet indítani egy bummal. Hát, hogy ilyen bummal. Ugye, hitehagyott. Nem volt, hitehagyott. Nem volt egy parádés bum. Nem. Zolikám. Kár, hogy nem volt nehéz, nem sikerült elvinned az ajándékot, de van plusz ajándékunk. Jó, úgyhogy azt mindenképpen mindjárt meg tudod hallgatni, hogy ez micsoda. Jó, hát nagyon gromek, köszönöm szépen. Nagyon fogsz neki örülni. Nagyon boldog leszel. Jó, Zoli, köszi. Nagyon boldog leszek. Oké, szevasztok. Köszi a játékot. Ciao, hello. Jó, hello, szia. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. És uraim. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt
a Klassz FM. Na mi van neked ezzel a donorságoddal? Mentél, vagy most leszel donor, vagy hallottad nem leszel? A kis beszélgetésemet mi, amit tegnap lezajlott ott bent a szerkesztőségben. Aztán félfüllel. Nem, hát csak... Belefolytál, mi? Kicsit ezt is hallottam. Hát csak annyi futó projektünk van, hogy gondoltam egyet lezárok, hogy most mi leszel spermadonor, vagy nem leszel? Vannak fejlemények az ügyben. Na. Hát ugye a múlt héten felvetettük ezt a dolgot, és az egyik intézetből hallották a beszélgetésünket, a fülükbe jutott, hogy én kötélnek állnék, és nem is nagyon kellene nyüstölni ebben a dologban, hogy elmenjek és donorrá válhassak. Mi az ok? Ami az, hogy Feri, én adni akarok az emberiségnek valamit. Ha, magadból egy kicsit. Magamból egy kicsit, így van. Amúgy is adnék egy kicsit magamból, sőt, akár többször is, de hogy különösebb cél és értelem nélkül. Illetve az értelme az megvan, és aha, a célja is, de hogy az annyira csak rólam szól, ugye. Jó, csak hogy előzzük meg ezt a dolgot azzal, hogy ugye beszéltünk múlt héten arról, hogy hányan választják ezt a lehetséges utat, volt egy kicsit komolyabb témánk, hogy zajlik, mint zajlik, mi alapján választasz. Ugye arról volt szó, hogy kiderült, hogy egy amerikai vagy egy kanadai sperma donornak 500 gyermeke született. Ezt megfilmesítették, ebből most készült egy amerikai vígjáték, egy igaz történet alapján kiderült, ez kérdés, hogy tudtak ennyit belőle felhasználni, de hogy állítólagosan 500 utódot nemzett az a férfi, aki most megpróbálja. Hogy derült ki, mert hogy itt egy anonim dologról van szó. De hogy megpróbálja ezt az ügyet felgöngyölíteni, az az amerikai vagy kanadai férfi, aki él, létezik, és az ő történetét megfilmesítették. És akkor arról kezdtünk beszélgetni, hogy mi alapján dől ez, vagy történik ez a dolog, hogy derül ki, mi van, ha egyszer csak 40 gyereked rányitja az ajtót, hogy hello apa, ugye a gyerekek elkezdik megkeresni egymást, az apa megnézi a filmet, de nem tudja, hogy ez a film róla szól, ha esetleg ő is láthatja. Igen, ezt a és hát felmerült, hogy hármunk közül ki lenne az, aki ezt a dolgot vállalná. Te elmondtad, hogy nem, te nem szeretnéd. Feri mondta, ugye, hogy neki még otthon is van igény. Igen, van, így. Nem, én ezt egyáltalán nem szeretném. Hamarabb jelentkeztél. Igen, te pedig... Miért ne? Végre egy legális lehetőség. A tudomány, az emberiség oltárán feláldozni egy kis anyagot szerintem, ez egyáltalán nem egy kellemetlen dolog, sőt. A cél az 500 megdöntése? Tehát az amerikai rekord megdöntése? Hogy mondjuk 600 vadon utódott. Nem tudom, ez lesz az első, és hogyha egy kicsit én érzek benne egy olyat, hogyha rákapok az ízére, akár még bármi lehet belőle. De várj, egy olyan Guinness rekord is. De most ők hívtak, hogy jöhetsz? Igen. Vagy te bejelentkeztek? Igen, én nem jelentkeztem be. Én gondoltam, hogyha van fogadókészség, akkor majd biztos lesz egy telefon, és lőn. Tehát hallgatták az adást, azt mondták, hogy Jani, gyere. Így van, jöjjek, és megkaptam a nevet, megkaptam az alapparamétereket, hogy Katinkát kell egyébként majd keresnem. Katinkát? Katinkával kell majd beszélni. De ő fogja levenni a mintát? Nem, ez egy férfi név, Feri, csak ritkán használják. Persze, hát igen, nem ő veszi le. És nem. Ha segíteni kell neki, nem a mintát egyedül, azt én veszem le. Akkor mit csinálsz? Jánosnak. János ránéz egy Otto magazinra, és izgalomba jön. Tehát Jánosnak semmiféle segítség nem kell. Érted, meglátom a konnektort a falon, már végem van. Kötés minták térre. Oh. A János a fejben szexel, és nem tudom, Jedi lovagja. Hát, én még azért voltam katona, ott azért hozzászoktam ahhoz, hogy lehetetlen a szexuális körülmények között, és bárkivel létesítse. Jó, de várj, ne ragadjunk a belső őrszobár. Azért azt is megnézzük, hogy ez maga hogy zajlik, de az, hogy neked lehet, hogy utódaid lesznek, ez egyáltalán nem zavar, vagy nem fura? Nyilván nekem ezt otthon egyeztetnem kellett, és megkaptam rá az áment, úgyhogy... Már kivé, hogy virágtestvéreid lesznek? Vagy nem, mert a virágot nem avattam be, nem avattam, mert nem akartam összezavarni ezzel a dologgal. Gyere, virág, gyere, csücs le ide, mert egy kicsit. Tesó lesz tesó, igen, hány, egyszerre több száz. Igen, de azt sem tudok, ki lesz egyébként az anyu. És anyúval? Nem, egy idegen nénivel. Hogy mondasz el egy ilyetét, hogy Móni, megyek adni? Vagy... Móni törzshallgatónk, tehát hogy igazából már amikor hazamentem, ő már ugye felkészült lélekben arra, hogy fel fogom vetni majd ezt a dolgot. Apácska, hallottam. Apácska, hallom, megint van egy alibit, hogy miért nyúljam magát. Hihetetlen. és aztán azt mondta, hogy részéről a fáklyás menet. Hogyha valakinek ezzel segítünk, már pedig egyébként segítünk. Mert hagyjuk ezt az álszenteskedést, téged az érdekel, hogy bemehetsz egy terembe, ahol végre szabadon, legálisan újságok és VHS kazetták közepette 10 percig vidáman felszabadultad, legális körülmények között mulathatod az időt. Én ez a valakinek így segítek, tudok segíteni. De ezt itt is megcsinálja a férfi végén. Így tudok segíteni. Már ezt az álszent, megyek, segítek, de hogy is legálisan tudsz végre örömet szerezni magadnak, kontrollált, ellenőrzött körülmények között. Ez egy szép dolog, ez egy nemes gesztus, érted?
Mi van akkor, ha tényleg egyébként mondjuk azt mondják, hogy a fagyasztás után és a kiolvasztás után is életképes, és igen, János, nagyon remélem. Önnek az elmúlt egy évben igénybe vették a lefagyasztott kis... Akkor büszke leszek. És vannak utódai. Örülni fogok, büszke leszek. Tényleg? Dehogy is. Ne. Hogy a vérvonala még hosszú időn keresztül még aktív marad. Én ennek örülök. De van ennyire jó ez a vérvonal, hogy adni kell más? Van, hát nincs, de... Tehát, hogy tényleg rá kell erőltetned magad tudatosan más nőkre, akik mit sem sejtve kiválasztanak majd téged egy katalógusból, a szemed, a méreted, a szőrzeted és a én színed gondolom, alapján. Nézd, ez egy szép dolog, érted? Más férfiak csak értelem és cél nélkül, csak egy széles mosoly, meg némi veríték kedvéért, csak hogy értelem és cél nélkül csaphatják ki. Ért, én meg bemegyek oda, és segít. Álljunk meg azon a ponton. Még pénzt is kapunk érte. De itt kiválasztott téged? Tehát egy magas, dúszörzetű, aki egyenlőségre tör, és azt mondja, hogy kiválaszt egy kisebb kopaszt, és abból lesz egy közepesen magas, átlagos testszörzetű? Várjál, most nem értem a kérdést. A dúszörzetű alatt mit értesz? Nem, hogy egy nagyon magas, dúszörzetű nő választ egy diszkréten alacsony kopasz férfit, és a kettőből, ugye, mert ő megkapja a te paramétereidet. Igen. Tehát a kettőből lesz akkor egy átlagos magasságú, finoman karbantartott szőrzetű fiatalember. Uh-huh. Tehát milyen nőnek jöhetsz te be? Szerintem egy csomónak. Tehát ki az, aki válasz? De figyelj, attól nem félsz, hogy úgy fognak ezután majd bemenni ide, ahol te leadod az anyagot, hogy a Vadon Jánosét kérem? Hát, vagy csak azt ne. Ne, azt nem kérheti, azt így nem tudja. De hát ezzel fognak bemenni. De dátumra mondhatja, mert azt, hát ugye nyilván, hogyha ez a dolog ez így ilyen sikeres dátum lesz, akkor én elmondom, hogy mikor voltam, és akkor beazonosítják, és a dátum, és nem nevet fognak mondani, hogy a december 2-én közül nem kérek, köszönöm. Nem így van. De mi van akkor, most itt nagyon arcoskodsz, bemész majd, és kiderül, hogy nem, hogy nem tudom, 1 millió nem életképes, hanem 3 darabnak ott úgy mozgolódik, de egyébként semmi, ugye, mert itt meg vagy a milliliterben hány milliónak kell lennie. Uh-huh. Vannak különböző ilyen kvótaszámok. És akkor neked produkálnod kell, mondjuk, mit tudom én, 40 millió per milliliter, az, ami alkalmas. Azért ezt ugye lefagyasztják, kiolvasztják, tehát ott azért Han Solo is azért azt megsillette. Számomra a sterilitás is örömhír. Egy másféle szempont. Ugye, mert itt nem arról van szó, hogy te bemész, adsz, és az működik. Nekem minden hír örömhír lesz, Balázs, hidd el. De ha kiderül, hogy steril vagy, az miért lenne már örömhír? Hát most mondta el, hogy egy másféle szempont miatt az nem rossz. Igaz. Na várjál, hát akkor most döntsd, hogy akkor most annak örülsz, ha steril vagy közben adni akarsz. Örülök mindennek, én mindennek. Ő mindennek. Én kis ember vagyok, én örülök én mindennek. Megkérdezted, hogy ez hogy zajlik? Bemész és? Persze. Hát bemegyek, kapok ugye. Először ugye vesznek tőlem egy mintát. 4-5 napig meg kell tartóztatni magamat. Az hogy? Azt gondolom, hogy nem tudom, ez számomra is még kérdés. Ja, amikor már látod, hogy az asztal vakarja itt reggelente, átra kötött kézzel, akkor baj van. Az asztalt vakarom. Igen, kapom. De már feltűnt így korábban? Igen, hogyha megtartóztatod magad. Kívános. 3 napig nem volt ideje magának. Nézd, már megint ezt a korság. Igen, hát nálad a három nap azért az másnál olyan, mint 3 év. Hát tehát, egészséges férfi vagyok. Persze, nyilván hát ez náluk teljesen megszokott, meg ez nem erről szól. Leveszik, és utána pedig értesítenek. Értesítenek, és akkor utána történik majd az állományba vétel? Így van. Uh-huh. Utána állományba vesznek, akkor... Ez izgalmas. Uh-huh. Jó hangzik. Nem, egyébként kíváncsi vagyok, hogy egy sportoló vegetáriánus az egészségére. Rivat vega. Nagyon tudjuk, figyelő, hogy... nem, hát nem vagy az. Csak vicceltem, de nem vagy az. Tehát egy sportoló vegetáriánus az egészségére, nagyon figyelő ember egyébként mire képes? Milyen környezeti hatások érnek téged? Mennyi nehéz fém? Mik azok, amik lassítják? Hát egy csomó minden bekerül azért a te szervezetedbe, és amire nem gondol az ember. Én picit bízom benne, hogy referenciaanyag leszek. Hogy kint lesz az a hónap dolgozója? Hát, vagy a hónap adója Vadon János? Kint leszel egy viszonyítási alap. Az én mozgékonyságomhoz, az én sejtszámomhoz fognak mindent viszonyítani. Lehet, hogy egyébként érted. Még azt is el tudom képzelni, hogy mértékenység lesz a nevemből. Ennek. Egy Vadon? Egy ember, akinek sikerült a 300 millió per milliliter. Ilyen még soha nem volt. Igen, és soha kérdezik meg Katinkát, hogy a legfrissebb mint, sajnos csak 0,86 Vadon. Most képzeld el, hogy valaki egy meddő pasival él együtt. Igen. Mert az is érdekes. Tehát, hogy nem csak olyan nők veszik ezt igénybe, akiknek mondjuk nincs párjuk, hanem olyan, akinek mondjuk nem életképesek a hímivarsegy. Igénybe veszi magyar. Igen.
és 15 év múlva elkezdi felfedezni a te vonásaidat, mert mondjuk te még akkor médiázol, és átörökli a génjeidet az a gyerek, magán. Keveredve. És majd csak nézi a gyereket, néz téged egy műsorban, nézi a gyereket, megint néz téged egy műsorban. A gyerek hello, minden... hello, hello. Ájjájájájáj. Érted? Tehát 15 év múlva akár elmehetsz a saját gyereked mellett az utcán. Matematikai törvényszerűség, hogy erre kicsi az esély, de elvileg te egy 50-es villamoson utazhatsz 15 év múlva a saját gyerekeddel, aki úgy áll majd simán az apja mellett, egymás mellett is kapaszkodhatunk. Hogy nem tudja, hogy ő az apja. Ez megdöbbentő. De, azért, nem? De nem, milyen érdekes, hogy azért ez megtörténhet. Kicsi rá az esély. Hát igen. Ez sem baj, vagy ez sem zavar? Ja, nem. Én ettől megijednék. Nem. Figyelj, ha örömet okozok neki ezzel, és egy nagyon nagy gondot leveszek a válláról, akkor szerintem ez jó tud lenni. Egyébként simán előfordulhat, hogy például mondjuk leszbikus párokhoz kerül ki. Az is simán. Van olyan? Persze. Igen? Hát ők is vállalhatnak. Nem? Már micsoda? Gyermeket. Leszbikus pár, kérhet el, nem? Simán. Azt nem tudom, hogy most mi. Apa nélkül is, persze. Na, mocskos anyagiakra térjünk rá, mennyit kapsz egy jó mintáért? Hát figyelj, a pénzről még nem beszéltünk, pedig nagyon kíváncsi lennék rá, hogy mégis meg lesz-e belőle a gyerek karácsony ajándéka. Hát ez valami jótékony célra felajánlom majd. Nem tudom, hogy... Igen. De hogy ezért neked jár? Igen. Tehát elvileg ebből meg lehetne élni? Nem, mert hogy nem lehet akár ehhez a remény, szerintem évente talán kétszer lehet. Hát akkor azért abból még megélni nem tudsz. Kis kereset kiegészíti. De egy pici persze, hogy megvan belőle egy mászó bérlet. Megvan belőle egy fél kiló magnéziumpor, jó ide jó. Én ezt nem csinálom. Ha kiderül, hogy steril, akkor elkezdesz gondolkodni a virágon? Hogy? Hát nem, azért az elmúlt 10 évben is lelassulhat. Nem, nem, annyira cinikus az a gyerek, hogy csak élhetek az apjának. Ez egyébként igaz. Na, hallgatott minket közben, ahogy látom Annától, annak az intézetnek az igazgatója, akik már előre egy oklevelet küldtek neked a hónap dolgozójaként, a hónap adójaként. Balogh István, a Kirú intézet igazgatója. Hello, jó reggelt István! Hallgattad itt az eszmefuttatásunkat, gondolom? Hallgattam, és hogyha jól értelmezem, itt arról szól a történet, hogy Jani altruista szándékból szeretne másoknak felajánlani, tehát nem önmaga részére akarja félretenni. Akkor rögtön tisztázni kell egy dolgot az elején, mielőtt nagyon beleéli magát ebbe az egészbe. Ez 18 és 35 év között lehetséges ma Magyarországon, amennyit... De jó, hogy 20 perc arról beszélünk, hogy hány kicsi János fog itt majd rohangálni. De miért? Hát egészséges és nagyon mozog, és lead mondjuk egy 60 millió per millilitert, és kirobbanó formában vannak, akkor se lehet? Hát ez a törvény. Tehát 18 és 35 év közötti micsoda állampolgár lehet. Diszkriminatív intézkedéshez. Hát egyszerűen nem hiszem el. Amennyiben nem ebbe a kategóriába esik, úgy csak és kizárólag önmaga részére őrizheti meg, ami persze nem egy nagyon rendes történet. De miért? Egyébként egy 43 éves egészséges pali jobb állapotban tud lenni, mint egy 32 éves, aki szétbombázza magát mindenféle méreggel, nem? Ez pontosan így van nekünk is, nekünk pontosan ez a véleményünk, de nem mi alkotjuk a törvényeket. Tehát az a helyzet, hogy a mai mondjuk így 18 és 30 közötti korosztály, azok, akikből egyébként a merítés történt, tehát akikből donor lesz, azokból 10-ből jó esetben egy felel meg, nagyon jó esetben, de inkább 15-ből egy. Uh-huh. A nem túl magas követelményeknek. És ezelőtt 15 évvel, vagy 10 évvel ezelőtt, amióta kvázi fungálunk, ez drámaian leromlott, mert 10 évvel ezelőtt még a 10-ből 2-3, akár 4 megfelelő is volt. Már bocsánat, de mostani 20 évesek, 30 évesek nyomorult és csermelyhez képest az én bővízi buzgárom. az ő kis cselepatakjukhoz képest, a te nem tudom miért, érted? Hát te vízhozamod egy Amazonas, az döbbenet. És akkor nem is mehet csak öncélúan már, mint hogy magának? Tehát ha aki már ebben a kategóriából kiesik, vagy alul, vagy fölül, az úgy eljöhet természetesen, egyet azért, mert leellenőrizi ezt az úgynevezett buzgárt, amit a Jani az előbb finoman jelzett. Ezt meg lehet tenni, de csak saját magának teheti félre. Kik azok, akik inkább igénybe veszik? Egyedülálló nők, vagy olyan nők, akik mondjuk meddő férfiakkal élnek együtt? Hát ez 2006 előtt le volt szabályozva elég szigorúan, akkor csak is kizárólag párok jöhettek, nem lehetett egyedülálló nő, nem jöhetett egyedülálló nő.
2006-ban változott a magyar törvénykezés, 2006 óta egyedülálló nő is igénybe veheti, de itt is azért vannak szabályok, tehát bizonyos orvosi kritériumoknak meg kell felelni, 35 évnél idősebbnek kell lenni, nőgyászati leletet kell hozni, stb. Stb. Tehát ilyenek. Tehát igazolni kell, hogy tulajdonképpen nem sikerült természetes így úton van, a fogantatás, vagy a terveesés. Pontosan. Na most, ha például valaki igénybe veszi, születik egy gyermeke, akkor az találkozhat úgy a saját testvérével, hogy nem tudja, hogy közös az apa, és összejöhet vele, nem? Hát ez nem kell donorbankba jönni, ez egyébként is megtörténhet az olyan esetekben, amikor a férfi kitekint a házasságból, de ez azért le van szabályozva a donorbankokban elég szigorúan. Magyarországon 4 befejezett terhességig lehet egy donor mintát használni, tehát a 10 milliós lakossághoz viszonyítva ez 4 a 10 millióhoz a valószínűség, hogy már kitalálkozik a... Tehát egy mintát 4 adással lehet felhasználni? Nem. 4 befejezett terhességig, ez óriási különbség, és sokan félreértik. Mert nem minden, mondjuk így mintaadásból születik gyermek, a mesterséges megtermékenyítés az sajnos sosem 100%-os valószínűséggel történik, valahol olyan 20-30% között van a valószínűség, hogy egy mintából aztán majd valamikor sikeres terhesség lesz, és még az sem jelenti azt, hogy meg is születik a gyermek, hiszen onnan a 9 hónapig végig kell küzdeni a magát egy meglehetősen rögös és hosszú úton. Tehát matematikailag kicsi az esélye, hogy két olyan ember találkozzon, és mondjuk éljen együtt, akik egy azon apától vannak. Kvázi nulla az esélye, de természetesen nem nulla, matematikailag ki lehet ezt számolni, de matematikailag van valamennyi. Na, egy kicsit beszéljünk azért arról, hogy a János mégiscsak ráveszi magát, hogy akkor saját ön céljaira eltenni az anyagot, akkor mi vár rá? Bemegy hozzátok, és mi történik vele? Vele semmi rossz nem fog történni. Hát, ezt ő is előtte egy-két napig, általában azt kérjük, hogy 3-4 napig tartózkodjon a női nemtől. Nekem a Katinka 4-5-öt mondott. Ezt a János szerződésében mindenképpen húzzátok alá alkoholos filcet, és tegyetek oda felkiáltó jelet, jól? Tehát ismerve azért az ő öntörvényiségét, és hát nem tudom, potenciáját, azért nála ez másnak ez években mérhető, ami Jánosnak 4 nap. Tehát ez meg egy fontos kritérium. Meg fogjuk tenni, de ennek egyébként biológiai okai vannak, mert kevesen tudják, de a férfiak életében is van egyfajta ciklikusság, tehát a spermiumok azok nem úgy termelődnek, hogy állandóan, hanem egy 72 napos ciklus szerint, ami aztán még utána egy olyan 2 hetes érlelődés következik. Tehát gyakorlatilag, ha ezt kiszámoljuk, akkor nagyjából 4-5 naponta van csúcson mind mennyiségleg, mind minőségleg a hímivarsejtek száma. Tehát ezért van erre szükség. Természetesen lehet úgy is, hogy ezt valaki nem tartja be, csak akkor tisztában kell lenni azzal, hogy mind mennyiségleg, mind minőségleg nem feltétlenül a top anyagot tudjuk elrakni. Uh-huh. Tegyük föl, hogy Janinak ez sikerül, és akkor eljön hozzánk. Ebben az esetben az első lépés az, hogy ezt a bizonyos buzgárt mi megmérjük, és akkor szembesítjük azzal, hogy mi a helyzet, mi van, és szembesítjük azzal, hogy ezzel lehet-e x év múlva megtermékenyítést végezni. Ha igen, akkor milyen típusú megtermékenyítést lehet végezni, és abból milyen valószínűséggel született neki gyermeke. Tehát mindenféle minőség és mennyiségi paramétert megállapítunk, körülbelül egy órán belül a kezében van az összes adat. Utána ő el tudja dönteni, hogy ezt az anyagot ezt kívánja saját maga részére eltároltatni, akárhány évig, avagy nem. Hát, az a baj, hogy így már, hogy igazából nem segíthetek, hogy csak magamról szólna ez az egész történet, így már nincs is annyira kedvem bemenni, pedig azért tényleg bemennék hozzátok, csak azért, hogy tudjátok, hogy kik azok a 70-esek. De most már mennyibe ne arcoskodjál, most már kíváncsi vagyok. Most millió per milliliter, 30 millió per milliliter, tehát mit tudsz, mire vagy képes, most már mennyibe? Hogy csak a szád jár, vagy van valóság is. Meg egyébként az adásról szólt, hanem arról a 10 percről, amit te tényleg a szobában töltesz, tehát hagyjuk ezt a nemes célt. Ahhoz nekem nem kell olyan messzire utazni. Ez mit jelent, hogy saját cél egyébként? Tehát, hogyha a János 80 évesen még úgy dönt, akkor ő ezt kihasználhatja, vagy beküldhet valakit, akiről azt gondolja, hogy én most neki szeretnék adni? Nem, csak is kizárólag önmaga. Tehát csak is kizárólag a saját célra letevő dönthet a mintájának a felhasználására. De azt mondom, hogy a János mondjuk beküld egy 20 év múlva, beküld egy 25 éves nőt, és azt mondja, hogy kicsim, van neked egy ajándékom, menj be, használd, akkor ez a János mintája, akkor ő dönthet arról, hogy ki használja? Jánosnak kell döntenie, aha, és hát neki személyesen meg kell itt nálunk jelennie azzal kapcsolatban, hogy ezt a mintát ő a x éves hölgynek kívánja felajánlani.
De bárkinek, bárkinek felajánlhatja, tehát nem kell egy a házassági szerződést bemutatni, vagy élettársi viszonyt felmutatni, tehát ő azt mondhatja, hogy nem sikerült, gyere, nekem van, én tettem le, gyere be és használd az enyémet, ezt így lehet? Igen, de neki ezt személyesen kell bemutatnia, vagy hitelt érdemel igazolnia kell. Holnapot megismerne! Itt van ez a tündérvirág szám. Istenem, a legenda! Hagyjanak már neki kicsit a nektarin cseppekből. Tehát akkor neked van remény, mert akkor te még így tudsz segíteni, hogyha te később valaki odajözzád az utcá, hogy János, segíts, és azt akarom, hogy te legyél, akkor te kéz a kézben őt beviheted a krióba, és adhatsz neki. Létre kell hoznom egy segélyvonalat. Hát még egy fontos kérdés, bár ez Janit már nem érinti, hogy mennyi pénzt vettünk ki így Jani zsebéből. Tehát ha valaki minta adóvá válhat, akkor ő mennyi pénzt kap ezért? Egy picit hadd menjek vissza, azért a mintaadóvá válás az egy nem egy egyszerű folyamat, tehát természetesen van egy vizsgálat, ami a ivarsejt számot van hivatva felderíteni, van orvosi vizsgálat, van pszichológiai vizsgálat, van genetikai vizsgálat, tehát egy nagyon, mondjuk így sokrétű kivizsgálás után válhat valaki donorrá, és akkor még van egy olyan nagyon fontos lépés, hogy a mintát karanténban kell tartani 6 hónapig, és meg kell ismételni a HIV, tehát az AIDS vírus vizsgálatot, és csak aztán lehet kibocsájtani. És ha ez mind-mind sikeres, akkor az illetőről azt mondhatjuk, hogy egy kvázi katalógusba vett donor, és a sikeres mintaadásonként a mintézetünk költségtérítésként 15 000 forintot ad. Aha. Jön, de ez nem ez 4 sokan. Darab mintaadást jelent, hanem hangsúlyozom, ez lehet 8, lehet 10. Aha. Uh-huh. Na jó van, most már ennek a végére járunk. Tehát szerintem most már bemegy mindenféleképpen. És hát nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, hogy jelentkeztél. Köszönjük szépen dr. Balogh Istvánnal, a Krév Intézet igazgatójával beszélgettünk. Hát most már ne add föl, menj végig az úton, nézd, most már tényleg csak kíváncsiságból. Összedobjuk neked a 15-öt, ha azt hiányzik. Nem, egy kép a fizikumodról. Tehát, hogy most milyen állapotban vagy, ha más nem, ezért megéri. Ha most már... Meg az egyébként jó, amit itt beszéltünk, hogy leadod most a mintát, és ha bárki bajban van, oda jön hozzád, és azt mondja, hogy János. Menjünk. De nem? És akkor tudsz, megvan a segítség. Valaki azt, hogy legyen egy Klassz FM-es nyereményjáték a kis Janikáért. Na, hát ez nagyon jó. Hát a tavaszi rócsonkat felhúzhatnánk erre egyébként, nem? És elkeseredtél, hogy mi van? Hát igen, mert nem így képzelte. Azt hittem, hogy tényleg, hogy lesz egy ilyen olvasat a dolognak. De most mit keménykedsz itt a B oldalon? Hát előbb kell ébredni. Hát most nektek már keményen a B oldalt karcoljátok. Hát ha ilyet akarsz, na jó, de a 8 évvel korábban kellett volna ébrednem. Érted? Késő megvilágosodás. Na mindegy. Végül is 14, pont ennyi egy bérlet a Spider. Meg is van. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. 80 éves nagyit hallottátok, aki füvesütiket készített? Óriás. Hát ez... Hát ő valamit benézett a kis növényhatározóban szerintem. Zöld fűszer, igen, az hát kell. Nem 85, 63 éves, azt mondja, 85, ő kanabisz termesztett háza kertjében egy fólia sátorban. A rendőröknek azt mondta, csak a zöldséget nevelgeti. Hát végülis hazudott? Nem. Hát hazudott ő ezzel, nem, hogy azt mondja, hogy a zöldséget zöldség, nevelgeti? Zöld színű zöldség. Paradicsom, csili paprika és kanabisz. A gyereknek néha egy kis csalánleves ugyanebből. Az asszony süteményt készített a drogból. Mondta a Pest megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. A drog nagy. De ez hogy? Hogy őt egyszer megkóstoltatták egy házi buliba, ma már megfeküdt, majd másnap megkérdezte az unokáját, hogy édesem, mi volt ez, amikor ő két feje volt a sárkánynak? Az mi volt? Mit csinált az a sárkány a konyhában? Anya, nem volt sárkány a konyhában. Rájött, hogy ez egy jó biznisz, és elkezdte termeszteni? Tehát hogy jut el valaki oda 60-ni? Mert az 25 éves csinálja, nem elfogadható, nem támogatjuk, de bizony sokan csinálják. Így van. Nem mondjuk, tudta. Nem mondjuk. De 63 évesen hogy csinálod? Egyszer mellé nyúlt, csinált valami kis rétest a gyerekeknek, aztán a gyerekek mindig azt kérték utána minden szombaton, amikor jöttek hozzá. Na honnan jutott az anyaghoz, ugye? Honnan jutott az anyaghoz? Kettő kanabiszt termelni, locsolni, fényt adna neki, páratartalmat csinálni, az nem olyan egyszerű. Tehát bemész egy holland kávésóba, ott ki van írva, hogyha ilyet veszel, ezt csinált, olyat veszel, azt csináld, ott más, hát ott ugye legalizálva van a dolog, konkrét használati utasítást adnak fűmagokhoz. Na de itthon azért ez nem úgy, vagy valaki ott egyébként kicsi nyugdíjkiegészítésként neki áll kanabisz termelni. Honnan tudta? Hát, hogy jött az ötlet? Megkérdezett egy szakembert. Kedves Bálint gazdag. Mit kell tudni a kanabiszról? Mennyire bírja a fényt, mennyire bírja a locsolást? Mennyi fényt, mennyi vizet, mennyi törődést kell legyomlálnom?
szikes talajban megtereme. Na most mi van akkor? Ha ő azt mondja, hogy ő ezt egyébként, mint az indiai vizeletkúra belső fogyasztásra megeszi. Aha. Nyilván tudom, hogy mi van akkor, csak kérdezem, hogy legyen műsor, ne írjátok meg. Hát büntettel. Nem kell, hogy mi van akkor. Igen, tudom. A saját felhasználása 85, tő az nem soka az évi fogyasztását. Hát akkor nézed a mamának és az unokáknak. Hát akkor nem adom el. Tapasztalatja majd, hogy tényleg nem csak a 20 éveseké a világ. Nem adom el, nem csinálok semmi rosszat, leszedem és a friss levelet megeszem, mert mit tudom én. Hát nyilván azt is bünteti persze a magyar de várjál, BTK én, szerint, de én, hogy... Na most én veled ellentétben tényleg nem értek hozzá. Hogy akkor nem más a hatása, hogyha megeszed? Tehát, hogy akkor is van ilyen hatása, ez a, amiről Feri mesélt a múltkor? Nincs. Végre. Hogy amikor legutóbb bedrogozott, mint az állat. De most ja, gyerekek, egy füvescigit már mindenki elszívott, ne álszenteskedjetek már. Hát most... Egyet. Azért mondom, ja. ne csináljátok. Se. De soha. Soha, nem. De most komolyan, tehát hogy nem ugyanaz, tehát nem más a hatás, amikor megeszed mondjuk egy izébe, megcsinálod egy jó pesztós tésztának? Hát nézd, azért pesztós tésztának az ember ritkán csinálja meg, de múltkor a Benni nagyon sokat nevetett tőle. Annyira jól szórakozott. Hát más a hatása a süteményben, más nyilván, ha máshogy fogyasztod, semmilyen úton, módon egyébként mondom nektek, mielőtt rákapnátok, nem támogassuk a kábítószerfogyasztást, elhatárolódunk tőle, elítéljük a kábítószerfogyasztást. Így van. Isten bút hall, hogy segély. De hogy valaki 63 évesen, mondjuk miért gondoljuk, hogy most kezdte? Hát ugye? Lehet, hogy 20 éves csinálja. Tehát miért olyan nagy dolog, hogy ezt most kezdte? Hát mi van akkor 20 éve? Csak most bukott le? Érted? 40 évesen kiment Amsterdamon, megvilágosodott, hazajött, becsempészett, x nem tudom, kis magocskát elkezdte nevelgetni. El is adta? Tudjuk, hogy ő eladta, vagy csak úgy... Hát az a mondás, hogy az unokák használták fel. De azért, amikor önmagában jó. Azért a nagy első süteményes élményét az megnézem. Vagy azért azt megnéztem volna. Tehát azért ezt berakott sütibe megsütöd, azért lecsicsülsz. Picit üldögész. Fél óra, egy óra után, amikor ez úgy beüt, nem természetesen. A mosolyod, azt hallottam. Soha nem volt ilyen hosszú étvége. 4 órája fekszel a kövön. És amikor megtárták az unokák. Mamit. Mekkora flash megtalálni mosolyod. A saját nagymamádat besütízve feküdni a konyhában, nem? Hogy akkor azt mondta, hogy a maminak még fönt van egy-két dolog a bakacs listáján, amit így végre akart hajtani, nem? A mam, mert nagy rakendról hát. Nem gondoltam volna, hogy a mamának ennyi foga van. Ahogy ott mosolyogva. Vagy mi van, ha mama nem evett belőled, az unokák, igen, és az három unoka feküdt a konyakövén, akkor a mama mit gondolt? Plusz a nagymama. Ezek ennyire jó vagyok. Bizonyos országokban egyébként ezt már legálisan ugye az orvostudományban használják. Mm-hmm. Igazolható hát, módon egyébként fájdalomcsillapító hatása van. Orvosi céllal már több száz éve orvosi céllal így van, tehát hogy ezt használják, hát ettől mi messze vagyunk, hogy ez most jó vagy nem jó, ez mindenkinek a saját meggyőződése. Nem mindenki élte meg azért a sötét középkort sem nagyon sötétnek. De hogy a mama egyébként lehet, hogy valami fájdalma volt, és rájött, és orvosilag használta. Egyet kibuktatta le? Az egyik unoka felnyomta, mert nem kapott eleget? Vagy a másik unokának jobbáron adta el gramját? Vagy hogy van ez? Vagy ennek szaga van, és a szomszéd fölnyom? Hogy buksz le egyszer, csak hogy lesznek ott a rendőrök? Hát valaki föl kellett, hogy nyomjon, nem? Hát lehet, hogy ő is, meg a szomszéd asszony is egyébként egy bögre csárdát üzemeltetett, viszont az övé sokkal jobban ment, mint a szomszédé, mert mindig adott hozzá valami kis rácsálni valót. Egyébként fura, hogy egy 63 éves aranyos kis nagyi lakik, és mindig fiatal srácok jönnek kapucniba, bemennek, nem? Nem vannak 10 percet és kijönnek, tehát azért egy idő után azért így megpróbálod összetenni, hogy a mammer nagy csibész. Csókolom, Erzsi néni, hogy áll a kiskert? Hogy van a zöldség? Van-e friss zöldség, Erzsi néni? Ó, aranyom, van friss zöldség, jöjjön csak be, és mennyi kilója? Hát kilóval nem adok, gramra tudok csak adni, édesem, ha érted, mire gondolok. És akkor ott azért már a szomszédok elkezdenek pletykálni. Láttam, már megint ott voltak azok a bepipázott mindgyerek. What's up, man? A huligánok. Hát, igen, aranyos történet, még egyszer mondom, semmilyen úton, módon nem támogatjuk, elítéljük. Fúj. Sőt, mi több kikérjük magunknak, hogy a 63 éves néni ezt csinálta. Megvetjük. De maga azért az, hogy valaki milyen szocializáció után jut el ide 63 évesen, az zseniális. 85-tő kanabisz gyerekek. Hát. Mama nem volt kispályás.
Tehát azért a házi fogyasztás nehezen védhető, nem? Hát sokan vagyunk, nagy a család. A 85-től karabisz nehezen véded a házi fogyasztást. Jófajta szerves trágyával ágyazott meg ennek a nagy termésnek. Nem biztos, hogy valami félreértés lehetett szerintem. Kettőt lapozott tényleg a kis növény határozóban, és ennek a következménye lehetett ez. Az ártatlanság vélelme neki is. Óriási luba, aranyom, hát én csak az öltségeimet nevelem, hát ne vigyem már be ezért. Ugye, és azt írja a hír, hogy a rendőröket nem hatotta meg, mást is találtak, ugye, hogy süteményt készített. Tehát kalasnyikovokat. Igen, mi volt minden. Azért ott a stálszakácskönyv mellett még volt egy-kettő könyvem, mert azért okosodott, nem? Nem a horvát Rozi mellett. És vajon eljárt eladni a sütit? Elindult, és aranyom, vegyen tőlem egy igazi pogácsát, és egy nevetős pogácsát, érted? Tehát, hogy ő ezt hol adta el? Hol értékesítette? Elment piacra, és a házi méz és a házi disznósajt mellett árult házi pogácsát? Nevetős pogácsát? Biztos, hogy így lehetett. Hát ugye a saját, a házi receptek sokkal jobban mennek. Aranyom, dobja ki azt a régi túros Lukács könyvet, mondok jobban. A Nagyi rájött, hogy a zöld jó az ízületi gyulladás. A drog Nagyi a helyi nyugdíjas klub hangulat felelőse lehetett egy. A lefoglalt sütli után a kapitánysága mindenki jókedvűen mosolygott, igen. Nyugdíjkiegészítés gyanán termesztette, meg a süti berakta drága unokáknak, írja Zsú, nekünk köszönjük szépen. Na jó, helyes kis hír, csak akartam róla egy mondatot beszélni. Természetesen minden nemű szintű kábítószerfogyasztást elutasítunk. Mind a hárman. Messze menőleg nem támogatjuk. És a Nagyit is elítéljük. Szégyeld magad, mama. Polgár Peti, rovatunk következik. Peti megénekelte a hét híreit, és LL Juniorról énekel ez az első. Azt írta, hogy kicsit köhögős, kicsit náthás, kicsit göthös. Már hogy ez most LL Junior, vagy ő maga? Tudom. Szerintem ő maga inkább, nem? Hogy beteg, ezt akarta finoman jelenni nekem SMS-ben. Szóval, hogy mi van LL Juniorral, gyerekek? Jól van. Én tegnap láttam egy tévéműsorban. Na, ezt látta valószínűleg Polgár Peti is, és ott feltűnt neki egy bizonyos berendezési tárgy. Na. LL Junior WC-je. Mi van a WC-ben? Arany. Aranyból van a Junior WC? Azt mondja a Peti. Ő látta, hogy az arany. Bizony, látta. Pedig nem minden arany, ami fénylik. Úgyhogy lehet, hogy nem úgy arany, csak a színe. Zsíros a tevet. És akkor, hogy ez arany. És ezt a Peti a tévén keresztül megállapította, vagy ezt a Junior mondta, hogy gyerekek, nekem aranyból van a bide. Itt még a bide is arany. Nem tudjuk. Mindegy is egyébként. Petit ez a hír megihlette, megénekelte, meghallgatjuk, hogy mit énekel erről. Defla, defla, arra kérlek, aranyra egy jót adjál néked, aranyerem van hozzá régen. Aranyeső az ülőkére, aranytojás reggel délbe, jaj, jaj, beharul. Aranyeső az ülőkére, aranytojás reggel délbe, jaj, jaj, beharul. Kávé után minden reggel beatboxolok, pucérsüggel, ragamuffin hangja száll a szélbe. Már éreztem a hírből egyébként, hogy otthonosan fog mozogni, hát, neki, ami Petink. Igen, egy aranyfajansz. Egy biztonsági kamera megörökítette az évüldözés jelenetét, ugye erről beszéltünk tegnap, egy bankrabló távozott egy angyalföldi bankfiókból, kiderült, hogy az elszaladt férfinél ugye nem volt pénz, és hát fél perc késéssel, kicsit totyogva, kicsit komótosan megérkezett az a biztonsági őr, aki egyébként meghűsított az akciót. De hősiesen és hatalmas elánnal. Hát maga a jelent az a Benny Hill legnagyobb pillanatait idézi egyébként. Ennek ellenére azt mondom, hogy le a kalappal előtte, és hősies tettet hajtott végre. Maga a futás már inkább komikus, mint komoly. Az egész kicsit kusturicás, de hogy ő a bankban egyébként elküldte a rablót, és azt mondta, hogy
most pedig te fekszel le, és előrántotta a pisztolyát, amit ugye tegnap Anna elmondott, az hősies. És az nem? Internetes társadalom imádja az embert. Szegény. Tehát már képregény van belőle, amit jó. El tudsz képzelni. Az internetes társadalom azért inkább úgy imádja, hogy közben nagyon hát röhög, jó, nagyon röhög rajta, persze. Na, meghallgatjuk, Peti mit énekelt erről. Ezért ő még nagyon megfizet. Szinte érzem, hogy utolérem, de pörkölt volt az ebédem. Jól letiplizett, de jó, hogy megvan ez az effekt. Ugye? Igen. Jó volt, jó persze, volt. Hihetetlen. Peti egy dalban köszöni még a szülinapi köszöntéseket és a telefonszámának bemondását. Ugye valamelyik nap ünnepelte Peti a születésnapját. Hát nem volt mit tenni, be kellett, hogy mondjam a telefonszámát. Tessék? Mondtunk számot. Hát most mondnak, ha nem bemondtam. Nem kisúszott. Négy falád. 20-as volt a száma? Már nem is emlékszem. Csak hogy... 20-as volt, de pontosítatjuk hogy szerintem. Mert nem akarok egyre genyő lenni. Majd amikor nem számít rá, akkor megint. Ugye bemondtuk a telefonszámát, többször tettük már ezt, hogy aki szereti Petit, aki aknira akarja hívni, vagy aki egyszerűen csak jó kívánságokat akar neki átadni, tegye meg nyugodtan, a saját privát mobil számát tettük közé. Minden, egyébként Peti minden, azért ezt szereti. Így van, minden filofaxban ott az ő helye. Legalább könnyebb meghívni, haknizni. Hát nem kell utána nézni, megy egy szülinapra, legénybúcsúra, fellép, énekel, imádják. Nagyon sok haknia van, úgyhogy lehet hívni nyugodtan. Mondjuk éppen pihenni voltak a kedvesével, de mindegy, tényleg. Na, viszont most ugye dalba írta, hogy mely pillanatban derült ki számára, hogy megint hát közé tettük az ő telefonszámát, hol volt éppen akkor, és mit csinált. Fekszünk a hotelszobában, éjjel tűzriadó volt, így még kómában. A telefon rezeg, csörög és csipog egyfolytában. Egy B-betűs mondat kerekedik a számban. A telefon lefagy az SMS hurrikántól, és lassan rájövök, hogy 38 vagyok mától. De végül felkeltem, és örültem minden szónak. Hát most dalban köszönöm minden hallgatónak. Egy autó lenne a legszebb ajándék, helyette bemondják a számom a Balázsék. De nem baj, ez is egy Balázsos, szép köszöntés tőle, de inkább bevehetne nótásnak a Wundersönbe. Feti! Ez jó volt! Hát ezért szeretjük őt, mert érti azt, amit mi. Ugye csipkelődéstek szállunk, és tud velünk ezen nevet. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az